Elérkezett a vita ideje, amit én a következőképpen szeretnék megnyitni. Röviden összefoglalnám csak az emlékeztető kedvéért, hogy Borhi professzor mit állított a cikkében, és utána én pontról pontra szeretnék egy 5 percben erre reagálni, föladva a labdát Ungvári Krisztiának, Jó Andrásnak és természetesen a viszontválasz lehetőségét Borhi Lászlónak. Borhi professzor a Indexben lévő cikkében a következőket állította. Néhány hónapja olyan második világháborús amerikai hírszerzési iratok kerültek a kezembe, amelyek egyértelműen bizonyítják, ez szó szerint idézet, hogy 1943 őszén Magyarország már a feltétel nélküli megadás elvét is elfogadta volna egy különbége kedvéért, és 1944 márciusában titkos amerikai küldöttséget vártak Budapestre a különbéke feltételének megvitatására és a megadás aláírására. Itt minden szónak nagyon nagy jelentősége van. Azért idézek. Szerinte, tehát Borhi szerint, nem a magyar vezetésen múlt, hogy ez nem vált valóra, mert a szövetségesek kétszínű politikát játszottak, a titkos tárgyalásokat csak színjátéknak tekintették, és az az egyetlen cél lebegett a szemük előtt, hogy kikényszerítsék az ország német megszállását. Borhi professzor szerint a 44 márciusában Magyarországra érkezett 3 tagú amerikai katonai delegáció, vagyis a Verém misszió, miről szó volt. Ennek a célja, legalábbis az azt vezető ezredes szerint, a kiugrás kiprovokálása volt. Borhi professzor szerint mindezek után pedig ugye azt sugallja a cikkének az utolsó mondatában, hogy a szövetségesek beugratási tervüket a Magyarországon még relatíva biztonságban élő több mint 800.000 fő zsidóság feláldozása árán is véghez vitték. Nagyjából ezek voltak a fő állítások. Amit én most 5-6 percben szeretnék önöknek demonstrálni, az abból a dokumentumgyűjteményből válogatás, amire Jó András is utalt, 1978-ban Juhász Gyula professzor, a brit levéltárnak az FO-371-es fondjában kutakodva ezeket a dokumentumokat, több száz dokumentumot hozott nyilvánosságra, ebből néhányat kiválogattam, hogy felépítsem a Borhi professzor úrral szembeni opponenciámat. Ennek az első lépése az, hogy érzékeltessem, hogy a magyarok és a magyar kállai csoport 1943 nyarától őszétől kezdődően pontosan tudta, hogy mivel jár az a politika, amiket folytatnak. Gyönyörű szépen összefoglalta Szegedi Masszák Aladár, a külügyminisztérium politika osztályának vezetője 43. június-júliusában. Ez az irat eljutott a britekhez, és ezt britek elküldték az oroszoknak, illetve az amerikaiaknak is. Ez egy nagyon-nagyon hosszú emlékirat. Ami viszont a lényeg is itt, a forráskritika az első kérdésem, mert rögtön elő fog jönni, hogy kiknek az iratait olvassuk, és ennek mekkora jelentőséget tulajdonítunk. Én Winston Churchillnek azt a egyik mondatát választottam ki, ami a legpregnánsabban összefoglalja az én állításom szerint azt, hogy a briteknek konstans politikája az volt, hogy egészen addig ne ugrassuk ki Magyarországot a háborúból, amíg erre a megfelelő pillanat nem jött el. Mégpedig azért, mert pontosan olvasható, hogy ekkor egy olyan kormány fog hatalomra jutni, ami még jobban kiszolgálja a német érdekeket, és a magyar zsidóságnak a kiirtásában fog kulminálódni, illetve pontosan annak a vezető rétegnek a lemészárlásában, bebörtönzésében, ami pontosan meg is történt 44. március 19-a után Magyarországon. Ez szintén a brit külügyminisztérium központi osztályának a vezetőjének az egyik feljegyzése. Csak és kizárólag olyan mondatokat hoztam ide, amik nem véleményt, hanem korábbi tényeket tartalmaznak külügyminisztériumi alkalmazottaknak a feljegyzéseiből, illetve Winston Churchillnek vagy Anthony Edennek a feljegyzésekben fennmaradt kijelentéseit, amiből teljesen világosan látszik, hogy a szövetségesek ezekből az iratokból látszódóan teljesen tisztában voltak azzal, hogy egy kiugratásnak mi lehet a következménye, amit itt látunk. És ezt legalábbis a britek konzekvensen 43 őszétől 44 tavaszáig el akarták kerülni. Ennek az alátámasztására hoztam még egy idézetet. Ez a Jewish Agency-nek az egyik alkalmazottja beszélget a külügyminisztérium egyik alkalmazottjával, és erről készül egy feljegyzés, amiben a Jewish Agency-nek a vezetője, bocsánat, professzora, kijelenti, hogy pontosan mivel fog járni egy német megszállás. Erre a feljegyzésre pedig a külügyminisztérium alkalmazott gyönyörű szépen felírja, hogy erre, ez egy jó kérdés lenne, hogy ezt most azért írta fel, hogy mentse a bőrét, vagy hogy igazolást találjon később. Szerintem egy hivatalos külügyminisztériumi iratnak a hátoldalára odaírt megjegyzést, azt igenis komolyan kell venni, ami azt tartalmazza, hogy a zsidó kiirtásával kapcsolatos tervekkel tisztában vannak, és ezt mindig is figyelembe vettük, ezért sem léptünk eddig Magyarország kiugratása iránt.
Következő, ami nagyon fontos faktor, és itt előkerült, a szovjetek. A briteknek folyamatos kapcsolatban voltak az Egyesült Államok képviselőivel, illetve Molotovval, a külügyérrel. Minden iratot nagyjából, amit megkaptak a britek, azokat kooperáció szempontjából megosztották a szövetségeseikkel, és igazából a szovjet kormány volt az 43 őszén, aki megpróbálta nyomni azt, hogy ugrassuk ki a nyulat a bokorból, ugrasszuk be a magyarokat. A britek azonban minden lehetős, minden egyes levélváltásban, amit Juhász Gyula közöl, ennek ellene vannak, és mindig előjön az a Winston Churchill idézet, és mindig erre hivatkoznak a brit külügyminisztériumban, hogy azért, mert ez idő előtti lenne, és ez nem szolgálna az érdekünket. Teljesen egyértelmű, hogy itt katonai érdekekről van szó, de a katonai érdekek egészen 44 márciusáig, ez az állításom, nem érettek meg arra, legalábbis a britek szempontjából, hogy ezt a kiugratást megvalósítsák, és az összes dokumentumot most be fog mutatni, az mind ezt támasztja alá. 1978 óta dokumentált módon Juhász Gyula által ezek le vannak írva. Lehet, és ezt kérdésként majd felmerül, hogy az amerikaiatok mást mutatnak, viszont akkor kíváncsi lennék arra, hogy ezek pontosan milyen dokumentumok, és hogy lehet az, hogy egy teljesen különutas amerikai politika létezik ebből a szempontból. Itt megint csak jön az orosz kívánság, hogy ugrassuk ki a magyarokat, amit a brit külügyminiszter egyik alkalmazottja, teljesen az eddigi politikájukhoz, konzekvens politikájukhoz mérten azt mondja, hogy a miniszterelnök és a vezérkari főnökök azt határozottan ellenzik. 43. decemberében vagyunk. Megyünk tovább. 28-án Anthony Eden külügyminiszter arról az SOI misszióról szól, amit Sandy, amit Jó András, amiről Jó András már beszél, ez a Sandy misszió volt. Ez hasonló volt a Verén misszióhoz, aminek az egyetlen feladata az lett volna, hogy szabotázsakciókat, illetve kapcsolatteremtésre ledobjanak 2-3 embert Magyarországra. Ez egy nagy lépés lett volna a brit-magyar kapcsolatok tekintetében, de itt semmifajta békefeltétek elfogadásáról, béke aláírásáról, külön békéről nem volt szó. És ennek a ledobását a brit külügyminiszter még ellenezte is, és ez nem is történt meg, főleg az oroszok miatt. Itt teljesen világos, megint a központi külügyminisztérium központi osztályának a vezetője írja le, hogy mi lett volna ennek a missziónak a feladata, ami nagyon jó példa arra, hogy a britek és az amerikaiak valamilyen szempontból összehangolták azt, hogy ezek az ejtőernyősök miért jönnek ide Magyarországra. De erre majd később ki fog térni. A lényeg az, hogy 44. március 4-én Roberts leírja azt, hogy mi lett volna ennek az ejtőernyős csapatnak a feladata, de az orosz gyanakvásra tekintettel agályosnak tartjuk között, és nem dobjuk le őket. És 44. márciusában ott tartunk, hogy a magyarok akarják, hogy akkor jöjjenek az amerikaiak. És itt tenném fel azt a kérdést, ami engem március óta felmerül bennem. Mik azok az új amerikai dokumentumok, amik azt az állítást, miszerint a kiugratás volt a célja a szövetségeseknek, alátámasztja. Tehát a NARA-ban pontosan milyen OSS dokumentumok, milyen fond alatt és milyen tartalommal vannak, amik a professzornak ezt az állítását alátámasztják. Ezen az első kérdésem. Oké, tehát amit elmondtál, az nem így van. Nagyon röviden. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam. Nem felolvasó estre készültem, tehát nem hoztam el, nem tudom, hogy kezedbe vetted de egyáltalán, de a Nagyhatalmi Érdekek Hálójába című könyvemnek nagyjából 20 oldal van erre szentelve, napról napra végigkövetve az rendelkezésre álló papírokat. Hát ezeket én most fejből nem tudom felidézni nyilvánvalóan, de hát aki a dokumentációra kíváncsi, az megnézheti. Miről van itt szó? Az új irat, amit találtam, az 43 márciusi, az amerikai irattában, az OSS anyagban, Record Group 226, Entry Number 190, akit érdekel, a Box Number, nem emlékszem egyébként, több száz doboz van, tehát ez nem úgy van, hogy odul az ember, és akkor már tudja is. Amiben a következő áll, még egyszer idézem, ezt elmondtam az előadásomban, ez március, His Majesty's Government Policy, hogy Magyarországot megszállásuk a németekkel, amikor ez nekünk megfelelő. A Foreign Office részéről van egy vita, és ez nem véletlen mondom, ez már ősz, mert ott egy nagy paradigmaváltás van, amikor eljön ez az idő, hogy mi lesz ennek a következménye, és ebben szépen részt vesznek az angol külügyes emberek a maguk feljegyzéseivel, és nyilvánvalóan arról van szó, hogy akkor kell kiugratni a magyarokat, amikor ez a brit, vagy a szövetségesek katonai érdekeinek megfelel. Egyébként Voronoff Kimball publikálta Churchill és Roosevelt levelezését.
És ebben, ha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul, október 7, van egy Churchill levél Rooseveltnek, ahol arról beszél, hogy milyen jó lenne, ha ugyanolyan földcsiszamlást tudnánk előidézni Németország kisebb szövetségeseinek a körében, mint ami Olaszországban történt, és ebből hasznot tudnánk húzni. Mi történt Olaszországban, hogy Észak-Olaszországot megszállták a németek. Teljesen egyértelműen javasolja a Rooseveltnek, és akkor itt egy picit reagálok arra, amit Ungvári Krisztián és Jó András mondott. Itt miről van szó, hogy diszkreditálna a magyar kormányt a németek szemében, miről van szó akkor, hogy a kiugratást ki kell kényszeríteni? Pontosan tudták, hogy a németek akkor fognak ide bevonulni, hogyha az a kormány rászállja magát a kiugrásra. Nézzük meg, 43. decemberében Cordell Hull megfenyegeti Németország kisebb szövetségeseit, hogy ugyanolyan ugyanúgy fogunk veletek bánni, mint a németekkel, ha nem hajtjátok végre a kiugrást. Ugyanezt mondják, hirtelen ősztől már megváltozik a szöveg, amikor a magyarok arra hivatkoznak, hogy hát nem tudunk kiugrani, mert bejönnek a németek, és hol vannak az angolszász csapatok. Mi erre a válasz? És ezt ősztől, mondom, szeptembertől az erre a válasz. És különben Vas István publikálta ezeket az iratokat, például a Bakás Besenyére vonatkozó iratokat. Ha nem ugrottak ki a háborúból, akkor meglátjátok, mi lesz. Tehát akkor jön a fenyegetés. A közvetett módon egyébként nem értettek sok mindenben egyet az angolok és az amerikaiak, és igyekeztek egymás lapjait elfedni a másik elől. Tehát nem, de ez az egyetlen, ez az egy politika. Tehát, hogy mi a katonapolitika, mi a nagy stratégia, itt egyeztettek. És ez a bizonyos amerikai vezérkari főnöki döntés, hogy ki kell ugratni Magyarországot és Romániát, ez teljesen egyértelműen utal arra, hogy ez egy közös, szövetséges politika. És ez nem alacsony szinten ment, nem a titkos szolgálatok senkiének a részéről, ez végigkövethető a papírokból, hogy ez legalább ugye a Churchill levél, de utána a vezérkari főnökök, és tulajdonképpen ők döntenek mindenről. És akkor már ki ebben a egyenletben a vezető hatalom? Hát természetesen az Egyesült Államok, mert nem Nagy-Britannia mondja meg, hogy mi hogy legyen. Tehát itt egy változás történik a retorikában. Akkor, amikor az idő elérkezik, ez nyilvánvalóan a partra szállásra utal, lesz ki, hogy mondjam erre. Krisztián is mondott dolgokat, amire tudnék majd reagálni, de gondolom majd később ők is hozzászólnak. Tehát, de azt nem akarom, hogy elsikkadjon. Hogy Borri László egy brit iratra, tehát ugyan amerikai levéltárba található, de brit iratra többre hivatkozik, többre is, amit én egyébként nem ismerek, tehát ebből adódik, hogy tulajdonképpen ugye, csalódással fogunk távozni, mert igazán nagy igazságok majd akkor kerülhetnek lefektetésre az én véleményem szerint, amikor megismerjük és egymás mellé helyezzük a brit, az amerikai és természetesen a szovjet forrásokat is. Ez még nagyon sok esztendőbe fog kerülni, de azért, és az én kutatásaim azok még nem állnak olyan szinten, ezt is előre kell bocsátanom, de megpróbáltam, amit lehetett erre az alkalomra a lehető legnagyobb alapossággal összeszedni. A forrásokra utalva az nagyon sok különböző fájlból állt össze, amit én elmondtam. Alapvetően ugye ez a brit nemzeti levéltár a HS jelzetű, tehát a Special Operations Executive iratanyaga, de sok olyan foreign office, tehát külügyi iratanyag is van, ami nem került bele Juhásznak a sokat idézett gyűjteményébe, mert az tulajdonképpen úgy fogalmazhatnék, hogy az a jéghegy csúcsa. Tehát az a politikai levelezés, a kvázi ugye a general correspondence-nek hívják, de nem erre akarok utalni, hanem ugye a brit, tehát hogy mi volt ő felsége kormányának a politikája. Hát szerintem ez annyit tennék hozzá, hogy azért ez elég sokat változott 1943-ban. Tehát ami 43 elején ő felsége kormánya politikája volt, az nem biztos, hogy 43 végén is ugyanaz volt. És főleg nagyon nehezen volt, ahogy ezt demonstráltam is, a végrehajtás szintjén, mert ezt a titkos diplomáciát, amit én ugye nem tárgyalásnak vagy diplomáciának neveznék, ezek manőverek voltak, ez egy háborús, ez a hadviselésnek egy formája volt, azért ezt ne felejtsük el. Tehát itt hadban álló országokról volt szó.
Tehát itt két dokumentumot tudnék idézni. Az egyik az SZOI számára, tehát úgynevezett kétféle összegző dokumentum volt, ami meghatározta, hogy milyen politikát vittek. Az egyik a direktívák. Most ezekbe többé-kevésbé beleszólt a brit külügy, de mondom, itt egy folyamatos intézményi válságról volt szó. 1943. júniusa a következő, hogy mit kell elérni Magyarországgal kapcsolatban. A direktíva következőt mondja, a legelső prioritás a csapatok visszavonása a keleti frontról. Ez nagyon jelentős a megszállás előzményei kapcsán is. Másik, máshova ezek a csapatok ne menjenek. Harmadik, szabotázs. És van valóban egy ilyen kitétel is, ami egyébként Borhi László érvelését alátámasztja, hogy az év végéig szakítsanak a tengellyel. Év végéig. Na de most ugye ez egy másik kérdés, hogy ez mennyire volt realitás és reális cél, elérhető cél, megvalósítható cél. Ez egy több szereplős játék. További dolgok, azonnali katonai információk, ez egyébként folyamatosan szállított a magyar fél. A legrészletesebb információkat, mondjuk például Veres Lászlón keresztül megtudták szóról szóra, hogy mit írt Horthy Hitlernek, tehát ez teljesen képbe voltak. És nagyon fontos volt még, hogy a bebörtönzött, különböző lebukott brit ügynökökkel jó bánjanak, ez meg is történt. Na most viszont ugye a végrehajtás szempontjából azt el kell mondani, hogy 1943 tavaszán His Majesty's Government, ugye a ő felsége kormánya, alapvetően azt a politikát folytatta, hogy a magyar béketapogatózásoktól el kell zárkózni. Tehát a tavaszi, tehát semmiféle lényeges egyeztetésbe, tárgyásba nem szabad belebocsátkozni. Ha már igen, akkor legfeljebb egy ponton ez Isztambul volt. Következő júliusban, ahogy érzékeltettem, nagyon sok változás volt, új direktíva jön. Ebben már csak három prioritást jelöltek meg Magyarország kapcsán. Az első, minél több szabotázs akció legyen, tehát az ipari közlekedési hátterét a Német Birodalomnak próbálják meg megakasztani. A második, az szerintem egy teljesen irrealisztikus cél, ami azt demonstrálja, hogy nem minden meghatározott cél vagy megfogalmazott cél az realisztikus. Gerilla harc Magyarországon. Szerintem ez egy teljesen irrealisztikus cél volt a korabeli magyar viszonyok között. És a harmadik, az egy sokkal reálisabb cél volt, kapcsolat kormánytényezőkkel, akiket rá lehet bírni, hogy adott helyzetbe átálljanak. Most tulajdonképpen azt kell látni, hogy 1943 nyarától az év végéig ez a prioritásrendszer megfordult, tehát az első helyre került a kapcsolat a kormánytényezőkkel, és hogy őket mire lehet rávenni, és tehát a szabotázs akciók természetesen fontosak maradtak, de tulajdonképpen egyre inkább a politikai irányba tolódott el, de ezt bele kell helyezni abba a kontextusba, amire utalás történt, hogy bizony a szövetségesek nem voltak egységesek. Egyáltalán nem voltak egységesek, még az angol-amerikai oldal sem volt egységes, és különösen nem a Balkán kérdésében, vagy hogy mi legyen Magyarországgal. Eleve az amerikaiakat kevésbé érdekelte, hogy mi lesz Magyarország sorsa. A britek is ugye hajlandók voltak érdekszféra politika jegyében lemondani bizonyos területekről, de alapvetően 1944 elejéig az SZOI, tehát ugye a végrehajtó, a titkos diplomáciai szintén a végrehajtó szerfelé az alapvető utasítás az volt, hogy Magyarország brit érdekszférának tekintendő. Ennyit tudok hozzátenni most így egy első lépésben. Több megjegyzésem is volna az elhangzottakhoz. Az első az, hogy azt önmagában nem lehet ugye felrúni se az angol, se az amerikai diplomáciának, hogy azt szeretné, hogy Magyarország ugorjon ki a háborúból, ez teljesen természetes. Azt lehetne felrúni, ha bizonyítható, hogy úgy akarják kiugrasztani az országot, és ezért aktívan is tesznek, hogy ez a kiugrás a magyar zsidóság lemészárlásával járjon, és egyébként sikertelen legyen. Pont az olasz példa, amit mondtál, az ennek ellenkezője, az olasz kiugrás ugyanis legalább 50%-ban sikeres volt, hiszen egyrészt Dél-Olaszországot elfoglalták, az olasz hadsereg igen jelentős része kiesett,
és ebből a szempontból, az, ha ez történt volna Magyarországon, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk 44 áprilisában a Dunánál vagy a Tiszánál lett volna a front. Sajnos nem ez történt. Bori László előadása kapcsán több problémám van, ezeket gyorsan elmondom. Az egyik az, hogy azt mondtad, hogy Magyarország volt az, aki jóhiszeműen tárgyalt. Szerintem ez azért nem igaz, mert hogyha jóhiszeműen tárgyalt volna, akkor a Szovjetunióval kellett volna kezdettől fogva tárgyalnia, de ezt különböző, egyébként érthető okokból, én megértem Horthy Miklóst, hogy félt Sztálintól, illetve hogy utálta a bolsevizmust, de a szovjetekkel való tárgyalási opció, mint hogy 1940-ben se játszott igazán, amikor pedig a szovjetek szirénhangokkal közölték, hogy Erdély ügyében ők nagyon nyitottak volnának egy rendezésre. Horthy Miklós ezt visszautasította. És ahogy a cikkemben is írtam, az egész fegyverszüneti, illetve tárgyalási dilemma nagyon hasonlít a Brexithez annyiból, hogy a magyar fél egyszerre több olyan dolgot szeretett volna végrehajtani, amik együtt nem működtek. Ugyanúgy, mint ahogy az angol tárgyalófél is egyszerre több dolgot akar, amik együtt nem működhetnek. Nevezetesen a magyar félnek az volt az egyik alapvető kiindulási pont, hogy az eddig szerzett területeket megtartsa, ami viszont, hát mivel azok nem egészen etnikai alapon jöttek létre, hát egy elég nehéz kihívás volt, és úgy kellett, úgy, másik pedig az volt, hogy a Szovjetunió nélkül az angol-amerikai fértől kívánt alapvetően erre viszontbiztosítást kapni, úgyhogy a szovjetekkel nem kalkulált. Elhangzott ugyan, hogy volt Stockholmban egy próbálkozás, de ez sikertelen volt, de meg kell kérdeznem, miért van az, hogy a románok tudtak a Szovjetunióval tárgyalni, a magyar fél pedig nem. Én azt gondolom, hogy nyilván azért, hogy lett volna azért mozgástér. A másik pedig, hogy azt állított, hogy nem a rendszer átmentése, hanem Trianon korrekciója volt Horthy számára fontos, szerintem ez se igaz. Ha ez így lenne, akkor Horthy Miklós miért támasztott területi követeléseket Galíciában? Az hogy jön Trianonhoz az, hogy 1941. szeptemberében Horthy Miklós galiciai területeket kíván Magyarországhoz csatolni? Egyrészt. Másrészt pedig a Trianon korrekciója természetesen egy legitim politikai cél. Én ezt nem kívánnám egyáltalán tagadni. Ez egy olyan seb a magyar nemzet történetében, ami Mohácshoz hasonlítható. Azonban az, hogy Horthy Miklós hogyan képzelte el ennek a sebnek a gyógyítását, hát ez azért több, mint problematikus. Tehát elég, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan és mennyiben követett Horthy Miklós normálisabb nemzetiségi politikát, mint a szomszédos államok, és akkor itt a délvidéki ügyektől kezdve sok minden felvetődik, nem nevezhetjük ezt a rendszert azért teljesen jó hiszeműnek. A Finnország ügyébe is vitatnám, hogy Finnország, te kíváncsi lennék, milyen forrása az, amely szerint Sztálin azért egyezett meg Finnországgal, mert attól félt, hogy az nyugati megszállás alá kerül, ezt most akkor, igen, de én így hallottam, jó. És akkor át is adnám tulajdonképpen a szót. Tehát akkor egy csomó mindenre kéne reagálni. Nem 41-ről van szó, hanem 43 vége, 44 eleje. Nem velem vitatkozz, hanem az irattal. Tehát egy amerikai irat azt mondja, nekünk az Horthyék azt mondják, hogy minden politikai és területi követelése lemondanak, hát akkor ez úgy van, sajnálom. Nem 41-ről van szó, mi most 43-44-ről beszélünk. A másik, hogy ezt az egész ügyet, amiről tudták, hogy marha veszélyes. Ja, tudom már, mit akarok mondani. Hát hol fogsz te olyan iratot találni, hogy azért kell őket megszállni, hogy elvigyék a zsidókat? Tehát ennyire nem voltak hülyék. Az iratokban az van, hogy úgy is ugrassuk ki őket, hogy közben bejönnek a németek. Na most azért nincs minden leírva a papírban. Tehát ők pontosan tudták, hogy ahova a németek beteszik a lábukat, ott le fogják mészárolni a zsidókat. Erre utala nem jön. Ezt egy Alan Brightman nevű amerikai történész kimutatta, hogy 42 nyarától nem csak ő, David Wyman, Michael Fleming, rengetegen írtak erről, Martin Gilbert, nagyjából 42 nyarán tudták, hogy népirtás folyik Európában, egyetlen egy olyan népcsoport van, amelyet szisztematikusan likvidálni akarnak, és ezek a zsidók. Erre most 4 vagy 5 könyvet lehetne mondani, hogy nagyon komoly bizonyítékok vannak. Tehát amikor ők azt mondják, hogy ugrassuk ki őket a háborúból, és itt erről van szó,
hogy vegyük őket rá egy olyan lépés megtételére, nevezetesen különbéke letárgyalása, amely német megszállást von maga után, és még egyszer mondom, azért, hogy emiatt csapatokat vonjanak el Nyugat-Európából, és akkor most rátérlek arra, amit te mondtál. Ilyen szempontból irreleváns, hogy hány német hadtest jött ide, itt az amerikai meg az angol politika szempontjából egy számít, hogy ők mire számítottak. Ők 10-15 német hadosztály átirányítására számítottak. Hogy ez esetleg nem így történt, az egy más kérdés. Német megszállás, csak azért hozzáteszem, hogy a német front augusztus 23 után omlik össze Romániában, amikor átörik a németek a román-német védővonalat, és megpucsolják az Antonescu-t. De ettől függetlenül, térjünk rá a gazdasági dolgokra. Németország mindent megkap a németektől a bilaterális clearing egyezmény keretein belül. Nagyjából minden, még az oroszok se kaptak meg mindent, amit követeltek az 50-es években, ilyen nincs, de ez egy majdnem optimális helyzet volt, mert a végén már nem fizettek érte. Tehát gazdasági oka nem lett volna a megszállásnak. Nézzük a katonait. Hát te magad mondtad, hogy használhatatlan csapatokat hoztak ide, nem? Részben igen. Hát akkor magad cáfolod meg, azt kell, hogy mondjam. Ugyanis, hogyha használhatatlan csapatokat hoznak ide, akkor nem az első szándék. Különben ezt már 60-as évek elejétől lehet tudni, ezt megírták a hadtörténelmi szemlében, aztán Juhász Gyula egy 80-as években egy történelmi szemlecikben, hogy a németek először a Tisza vonaláig történő megszállásnak a tervét dolgozták ki. Tehát ők attól féltek, hogy jön a Balkánról a angol meg az amerikai hadsereg. Akkor miért nem ezt mondja, hogy Hitler nem egy autentikus forrás, miért nem hivatkozik soha arra, hogy azért akarom Magyarországot megszállni, hogy stabilizáljam a frontot? Soha nem mondta, egy büdös szóval, hát amikor Horthy ott volt, nem lehet volna egyszerűbb azt mondani, hogy figyelj öreg, jönnek az oroszok, küldök nem tudom én hány hadtestet, felrakjuk őket a Kárpátokra, és a Horthy azt mondta volna, hogy igen, nem? Valószínűleg. De nem ezt mondja, azt mondja, hogy ti árulók vagytok, ugye éppen akkor jött meg a veréb, és ezt preenciónak hívják a politológiában. Tehát egy olyan lépést kell megakadályozni, ami valóban a magyar front összeomlását hozná magával. De még egyszer mondom, Hitler erre soha nem utalt, hogy ő a védővonalat akarna. Ő arra utal, hogy a magyarok árulásra készülnek. És ez volt a kiváltók. Ugyanúgy, hogy 56-ban megvolt a volna hadművelet, 53-tól a kelet-német felkelés után kidolgozták az összes csatlós országra a megszállási terveket, hogy mit csinál az orosz hadsereg, ha megismerődik Kelet-Berlin. Semmit nem csináltak vele egészen október 24-ig. Ugye akkor vált aktuálissá. Tehát én csak ezt akarom mondani, hogy hiányzik nekem, hogy a Hitler, ugye a német támadás is arra hivatkozik, hogy jó, hát erre azért volt szükség, mert az oroszok támadni akarnak, ami valószínűleg nem volt igaz. De akkor miért nem mondja? És akkor mit keres itt a Gestapo, meg az SD, meg az SS? Tehát ha itt csak katonai okról van szó, akkor ez a társaság miért jön? Na, nekem ezek a kérdéseim. Megválaszolom. Jó, akkor odaadom. Jó, ugye neked? Jó. Az első kör most nem egy nagyon sok témát nyitottunk meg újból. Én mennék tovább, mert a cáfolat még mindig nem érkezett arról, hiszen egy dolgot akartam bebizonyítani, hogy brit oldalról mi volt a politika. Úgy gondolom, hogy ezt az iratok alapján, legalábbis ezek alapján, az iratok alapján, és alapján nem érkeztek egyvernyősök, nagy bizonyossággal ki lehet állítani, hogy ki lehet mondani, hogy itt a britek nem akartak kiprovokálni egy megszállást. Én csak azt mondom, hogy... Churchill írta a levelét Ádám most. Most a Churchill mondta, hogy ha, igen, de sose történt meg, és elmondják, hogy miért nem történik meg, de mondom, ahogy te szoktad mondani, ne velem vitatkozz, hanem a Churchill-el, meg az Anthony Edennel, hogy ők ezt nem akarják. De rátérek egy másik kérdés, és mondtad, hogy olvastam a könyvet, ez az első dolog, amit csináltam az Indexes cikked után, és letöltöttem az internetről, mindenkinek javaslom le lehet tölteni ezt az akadémiai doktori disszertációt, ahol a kulcs kérdés ugye itt az, hogy a veré misszió provokálta ki a Magyarország-német megszállását, vagy sem. Itt igazából, én ezt leírtam az Indexes cikkem is, itt nem, te vitatkozol saját magaddal, mert ebben a könyvben, ebben a munkában te leírod teljesen világosan, hogy az OSS dokumentumok és a vezérkari főnökök ide vonatkozó iratai kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a tiszteket kizárólag hírszerzési feladatokkal és szabotázs akciókkal bízták meg, ezért küldték őket Magyarországra, és nem kaptak felhatalmazást arra, hogy politikai ügyekről tárgyaljanak. Ez, ez,
ezt te írod, ezt nem én mondom, egy oldalra később meg azt írod, hogy közvetlen perdöntő bizonyíték azonban nem áll rendelkezésünkre, annak bizonyítására, hogy a veré missziónak a német bevonulás kikényszerítése lett volna a célja. Bár ezzel a fejleménnyel mindenkin számolni lehetett. Ezt te állított 2012-ben, nem én, és ugye, ha Petered Zoltánnak előveszük a cikkét, aki erről a veré misszióról írt egy átfogó tanulmányt, akkor ezt ő megerősíti. Tehát előveszi az OSS iratokat, előveszi a vezérkari főnökségnek az iratait, ahol feketén-fehéren az ideküldésük előtt, közben és után is leírják, hogy hírszerzési feladatokkal lettek megbízva, alacsony szinten, és nincsen felhatalmazásuk semmifajta politikai megbeszélésnek a lefolytatására. Tehát nekem itt a problémám az, közben egy Andrásnak adom a könyvét, tehát itt nekem a kérdésem továbbra is az, hogy te állítasz nagyon sarkos megállapításokat, aminek én az alátámasztását nem látom, és ha nagyon fair akarnék hozzá lenni, akkor mondhatnám azt is, hogy te ezt leírod a munkádban, és utána hozzáteszed, hogy az újszászi 45 után, amikor tesz vallomásokat a szovjetek előtt, akkor azt mondja, hogy a veré missziónak a vezetője neki mit mondott, majd idézed Duke ezredest 20 évvel később, hogy a Dulles elő beszélgetése, a Dulles mit mond neki, de azt nem idézett, hogy a Dulles ugyanebben a munkában meg leírja, másik munkában leírja, hogy hírszerzési akció volt a verének az egyedüli funkciója, és ezt mondom, csak azért, számomra azért volt érdekes, és azért néztem meg a brit iratokat, mert a brit ejtőernyősöknek pontosan ugyanez volt a küldetése. Alacsony szintű szabotás akcióknak a szervezése, illetve az alapszintű katonai együttműködésnek a kialakítása. Itt szó nem volt különbékről, ahogy írod, itt szó nem volt beugratásról. Azt, hogy a németek ezt hogyan értelmezhették, az egy másik kérdés, és itt jön elő Ugbert Krisztának az összes többi mondanivalója, meg a szovjet veszély, és a többi, és a többi. Tehát nekem továbbra is az érdekel, hogy nekem nem eléggé meggyőző bizonyíték az, hogy 20 évvel később, mint a Hötlt említett, a Hötlnél megbízhatlanabb ember, és egy 20 évvel később a visszaemlékezéseiben, hogy ő mit mond erről a témáról, én úgy gondolom, hogy forráskritika szempontjából az akkori eredeti, az akció előtt, közben és után készült dokumentumok mindkét oldalról sokkal, sokkal többet kéne, hogy latodba nyomjanak, mint az, hogy 20 évvel később a Florian Duke vagy a Hötl mit mond. És igazából ezek azok, amikre te hivatkozol a munkádban, és te is beismered, hogy az eredeti dokumentumok nem támasztják alá a tézisedet. Tehát nekem a kérdésem az, hogy a forráskritika ebből a szempontból megfelelő-e, vagy nem? Nem, tehát itt nagyon két malomban ülünk. Még egyszer mondom, Törökországban magyar-amerikai különbéke tárgyalások folytak. Akkor a magyar fél elfogadja a feltétel nélküli megadás elvét februárig, 44 februárjáig. Erre jön egy amerikai katonai misszió, aminek egy tragikus következménye van. Most persze, hogy nem fogják bevallani, hogy basszus, miattunk szálltak meg a németek. De vajon miért sakkozni jöttek? Miért jöttek ide? Már rég megkapták azokat a hírszerzési adatokat, amiről beszélsz. Ők maguk ismerik el, hogy hónapok óta kapnak a magyar hírszerzéstől a németekre vonatkozó anyagokat. Hozzáteszem, hogy számtalan irat erről még nem ismer. De az egészet egy összefüggésbe kell látni. Még most mondom el, hát számolja majd egyszer össze, hogy hány olyan irat van, magas színvonalú irat, magasról jövő irat, amiben az szerepel, hogy ki kell őket ugratni, hogy bejöjjenek a németek. Tehát mi ebben olyan felháborító? Tényleg ezt nem értem, hogy mi ebben az állításban olyan elképesztően felháborító, hogy az angolok és az amerikaiak ezt akarták, hogy csalódtunk bennük? Hogy nem olyan rendes fiúk, ahogyan eddig gondoltuk, hogy nem ilyen egyszerű a világ, hogy fekete és fehér, hogy mi voltunk a rosszak, ők meg ezek az angyalok? Hát nem erről szólt. Mit mond a Dulles szegedi, Szegedi Maszák Aladáról szó volt. Szegedi Maszák Aladár irataiban a következő szerepel. Amikor felvetette a Bakács Besenyei, hogy ha mi kiugrunk a háborúból, amit ti akarjátok, mert állandóan mondjátok, hogy most azonnal ki kell ugrani, bejönnek a németek és elvisznek 8000 embert. Mit mond erre Dulles? Néhány százezer ember élete ide vagy oda nem számít, ugyanis a vérben úszunk. Tehát nem értem ezt, egyébként ezt a szöveget megírtam már régóta, csak nem értem, hogy most miért jött pont most ez a felháborodás erre. Ugyanis én egy szót sem írtam az eredeti cikkben a holokausztról, mert ki a fene akarná tagadni, hogy ezt a németek és a magyar kollaboránsok csinálják, nem erről szól. Itt arról van szó, hogy nagyon-nagyon jól dokumentálható, hogy ez volt a cél. Igen, az angol cél is ez volt. Volt erről egy vita a Foreign Office-ban, lejátszották, Churchill ezt írja, de jó, akkor hagyjuk az angolokat.
beszéljünk csak az amerikaiakról. Hát a könyvből kiírod, hogy hány ilyen idézet van, ki kell őket, és mondom, a legjobb erre ez a Dallas levelezés a főnökével, hogy tényleg ezt akarjátok? Hogy létezik, hogy azt akarjátok, hogy bejöjjenek a németek? Szóval nem értem, hogy miről vitáztok. De a Krisztiának odaadom, mert ő akar. Hát mondhatom, hogy én se értem, mert az teljesen természetes, hogy egy szövetséges országok azt szeretnék, hogy minél hamarabb vége legyen a háborúnak, amennyiben Magyarország kiugrásától hamarabb lesz vége a háborúnak, akkor ez egy politikai cél. Az a kérdés, hogy úgy kívánják-e végrehajtani ezt a kiugrásért, hogy tényleg hamarabb lesz vége a háborúnak, vagy pedig kontraproduktív módon. Amit én a táblázatomban felsoroltam, az arra utal, hogy a német megszállás nem megrövidítette a háborút, hanem meghosszabbította. Felmerül a kérdés, hogy ezt kikalkulálták egyáltalán a szövetségesek, előre tudták-e, vagy sem, én ezt nem tudom. Azonban azt neked kéne bizonyítanod, hogy az amerikai szövetségesek úgy gondolták, hogy amelyben Németország, vagy Magyarország végrehajtja egy olyan kiugrást, ami esélytelen. Tehát, hogy ettől nem tudják megnyitni Magyarországon a frontot mondjuk a szovjet csapatokkal szemben, ezzel, és a németek ezt leverik, akkor az miért lett volna az amerikai hadvezetésnek jó, amikor az amerikai titkosszolgálat, meg az angol is bőven rendelkezett ügynökökkel Magyarországon, pontosan tudta azt, hogy a magyar lakosság egy jelentős része nem pártolna föltétlenül egy kiugrási akciót. Pontosan tudta azt, hogy a magyar elit jelentős része inkább egy evolúciós német megszállásba érdekel, és pontosan tudta azt is, hogy a zsidó kérdésben a magyar belpolitikában van egy hajlandóság, és itt csak egy megjegyzést tennék. Te azt mondod, hogy ahova a németek bejönnek, likvidálják a zsidókat. Ez nem ilyen egyszerű. Franciaországban 5 év alatt nem voltak képesek arra, hogy a francia állampolgársággal rendelkező zsidó kétharmadát likvidálják. Pedig volt 2 hadsereg csoportjuk rá. De a szándék ez volt. Nem ez volt a szándék, bocsánat, a természetesen a náci vezetők antiszemiták voltak, és volt egy olyan intenciójuk, hogy a zsidó kérdést meg kell oldani. Azonban érdekes módon, ahova bejöttek, mindenütt csak úgy oldották meg a zsidó kérdést, ami a helyi elitnek éppen kedvére volt. Ahol a helyi elit kooperált velük, mint mondjuk a holland meg a magyarot megoldották, ahol meg nem kooperált velük, ott nem oldották meg. Romániában például a németek nem követelték túlságosan nagy jelennel azt, hogy deportálják az összes zsidót, és ezért csak azokat deportálta a román vezetés, akiket ő akart. Ez is egy óriási nagyságrend volt, sokan elpusztultak, de speciál Erdélyből meg a Regárból nem deportáltak senkit. Ez nem a németek döntése volt, és nem is kéne így beállítani. Ami az SD és a Gestapo jelenlétét illeti, nem állítom azt, hogy a német megszálló csapatok csak is és kizárólag egyetlen egy cél tartottak maguk előtt a hadműveleti helyzet megoldását, nyilván voltak politikai problémák, de pont az SD és a Gestapo létszáma az, ami a kulcsot adja. Eichmann ugyanis Magyarországra csak tanácsadóként jött. Semmiféle végrehajtó funkciója hivatalosan nem volt, összesen voltak 50-en. Hogyha itt komolyabb, nem evolúciós módszerbe gondolkodok, nem ez történt volna, de a legjobb szerintem az, hogyha Szemvében Norbertnek átadnám a szót, ugyanis ő után kompetensebb abban, amit én nem soroltam fel az előadásomban, a Margarita hadműveletnek ugyan az egyes számú parancsa, ami 1944. március 13-án kelt, ha jól emlékszem, abban van egy preambulum rész, Norbert, hogyha ezt elmondanád a nagy közönségnek, én hálás lennék, mert pontosabban fogod tudni idézni, ami talán mutatja azt, hogy mik is voltak a német motivációk erre a megszállásra. HM6 történelmi levéltár és térkép. Ami a kezedben van. Bocsánat, megismétlem.
Jó napot kívánok, Szám Weber Norbert vagyok, a HMA Történelmi Levéltár és Térképtár igazgatója. És tulajdonképpen én levéltárosként vagyok itt, illetve érdeklődőként a vitát nagy érdeklődéssel követtem. És a rendezvény első része után megkérdeztem Munkár Krisztiántól, hogy ő kíván-e beszélni erről az is egyes számú kormányzati parancsról. És ő azt mondta, hogy hát ha én beszélek róla, akkor ő nem fog beszélni. És most itt ez a visszanemtérő alkalom. Én azért szeretném ennek a dokumentumnak a jelentőségét nagyon röviden összefoglalni, mert azt gondolom, hogy a megszállás katonai indokai, illetve konkrétan a megszállást végrehajtó német katonai alakulatok kezébe kerülő utasítás olyan szövegezésű, amely ha talán nem is teljes mértékben meríti ki, vagy sorolja fel az okokat, nagyon beszédes. Itt engedjék meg, hogy eltekintsek a szó szerinti idézettől, a csomópontokat emelném ki. Kettő dolog van ebben az egyes számú hadműveleti utasításban, már az eredeti gépelt 10 példányban elkészült, a kezemben a harmadik számú másolatnak, a korabeli másolatnak a gépelt változata van, és ebben kettő mondatrész van aláhúzva. Az egyik Magyarország árulása, ez a harmadik sorban van. A másik ilyen pedig, ami olvasáskor engem is nagyon meglepett, az az, hogy ezt a mondatot, ezt fordításban idézném szó szerint, a német csapatok Magyarországra bevonulnak, és az országot átmenetileg megszállják. Na most az indoklásban sűrűn találkozunk a zsidóság, a reakciósok, a zsidó befolyásoltak, a magyar arisztokrácia korrupt elemei, a magyar katonai haderő magasabb beosztású tiszteinek az árulókhoz történő kapcsolódása és egyéb ilyen összefuttatásokkal, de a lényeg az az, és itt magát a Führert, Adolf Hitlert foglalják mondatba, hogy az olasz példát kerüljék el. Na most a nagyon fontos történet az az, hogy itt ebben a parancsban részletezik azt is, hogy mi a csapatok feladata. És a csapatok feladata közül az egyik nagyon fontos az, hogy ezt is idézném, különösen fontos továbbá, hogy biztosítsák a keleti és a déli front számára nélkülözhetetlen vasutakat és hidakat. Ugyanakkor tulajdonképpen sértetlenül vegyék birtokba a hadi szempontból fontos ipari területeket és az élelmiszerkészleteket. Tehát ezek az én olvasatomban szintisztán katonai megfontolások. Nyilvánvaló, ennek a felvezetése nem nélkülözi a politikai iránymutatásokat sem. Ugyanakkor én azt gondolom, ez egy nagyon hosszú dokumentum. Itt ezen a helyen nincs is erre lehetőség ezt akár szó szerint, akár csak kivonatos formában is teljességgel ismertetni. Én azt gondolom, nagyon fontos lenne a részben a vita és részben a téma további kutatása szempontjából is, és erre már történtek előkészületek, hogy ezt a bizonyos egyes számú hadműveleti parancsot teljes terjedelmében, fordításban és jelentős mértékben magyarázó jegyzetekkel ellátva magyar nyelven megjelentesse a szakma, illetve a hazai szakemberek gárdája. Ezt a hadtörténelmi levéltár egyik munkatársa már el is kezdte, előkészületben van ez a munka. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen Szám Weber Norbertnek, és akkor most Jó Andrásnak megadnám a szót, mert már rég beszélt. Igen, akkor én is nagyjából reagálnék elhangzottakra. Szóval itt nem egyedül, tehát nagyon abba az irányba ment el a dolog. Hát először is köszönettel tartozunk mindenképp azért Borhi Lászlónak, mert egy olyan kérdést vetett föl a munkáiba, ami egyszerűen nem lett végig gondolva. Tehát most az lehet, hogy itt-ott, ugye mi támadjuk is, de ez csak a békés vita keretében, remélem, meg kritizáljuk ezt, de hát most kezdünk tulajdonképpen, a közelmúltban kezdünk ezekről igazán gondolkodni. És ez számos olyan forráshely van valóban, ami ezt a kiprovokálási aspektust alátámasztja. Itt most inkább szerintem az a kérdés,
És arra szeretném elterelni, hogy itt egyedül Magyarországgal foglalkoztak-e, vagy itt egy térséggel foglalkoztak. Most itt utaltam Ellenbrookra, aki ugye nagyon sok időt töltött Churchill-el. Ez a teljes naplója, nem régen adták ki. Magyarország összesen kétszer fordul elő benne, egyszer sem fordul elő Ellenbrook naplójegyzeteiben Magyarország a megszállás előtt. Az első bejegyzés Magyarországgal kapcsolatban 1944. április 20-a. Akkor, hogy milyen diverzáns akciókat fognak ide küldeni az eszon keresztül. Ez. Na most a másik, ugye mi vitatkozunk itt, és ugye elhangzik, hogy Churchill mit nyilatkozott, vagy Hitler mit mondott, és ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy a csúcsvezető megállapításait, a közéseit, ami persze tényleg nagyobb súllyal bír, mondjuk, mint egy beosztott tisztviselőjé, de azért nem feltétlenül autentikus abban a vonatkozásban, hogy most ezt akarták a britek, vagy azt akarták az amerikaiak. Talán, hogyha Stalinra gondolunk, akkor ez inkább releváns, vagy mondjuk Hitlerre, de mondjuk például megint Ellenbrookra utalok. A Churchill 1943 végén és 44 koratavasszán egyáltalán nem volt egészségi okokból a kapacitásának a birtokába. Tehát a vezérkari főnök az elmeállapota iránt aggódott, tehát ilyen bejegyzések vannak. Tehát a gépezet ettől még működött, és nem feltétlenül Churchillnek a szándékai szerint, akire rá is fért, hogy az apparátus néha megmondja neki, hogy meddig mehet el. Tehát az amerikaiakkal is egyeztetni kellett. Most a szovjet vonalra, itt több, arra mindenképpen akartam reagálni, mert ezzel foglalkoztam az utóbbi időben. Tehát, hogy mi mit provokál ki, ott el kell különítenünk, hogy vannak kontaktusok, amelyek komolyan vehetők, és vannak, amelyek nem komolyan vehetők. Az 1943-as egyébként svájci, ugye Honti Ferenc kisgazdák kiküldöttje, és valamilyen Genfbe egy ideig diplomáciai beosztásban is volt. Ez nem mondom, hogy lényegtelen, de ez nem, egyáltalán nem a magyar kormány szándékai szerint való volt. Ez egy önkényes kapcsolatfelvétel volt. Egy Szokolin nevű volt szovjet népszövetségi diplomatával, aki egyébként valószínűleg hírszerző volt, soha nem tért vissza a Szovjetunióba háború után, és nem is Szokolin volt a neve. Tehát erről ezt le kell zárni. Kálai nyilatkozott a háború után, hogy nekik mi voltak a 60-as években, már ez utólagos lehet kritizálni, hogy a szovjet vonalon mik voltak a szándékai. 43-ban biztos, hogy ő nem kívánt a szovjetekhez fordulni, sőt 44 elején se. Legelőbb 44 februárjában beszéltünk erről, tehát a veres misszió kapcsán erre utaltam. Ez volt az első komoly szándéka Magyarországnak arra vonatkozóan, hogy a szovjetekkel akkor is brit közvetítéssel felvegye a kapcsolatot egy olyan koncepció jegyében, amit borítékolhatunk, hogy a szovjetek ország nem fogadtak volna el. Egyébként ennek volt egy román párhuzama is. Bukarestben is, meg Budapesten is azt gondolták, hogy a szovjet hadsereg majd meg fog állni itt a határok mentén, mert nekik a fő céljuk az Berlin, és természetesen hogy Európa közepébe hatoljanak, és hogyha itt ma valamilyen nem megszüntetjük az együttműködést a németekkel, de hát ez ugye német szempontból se volt elképzelhető. És még egy dolog, és ez is előkerült, tehát a szovjetek nagyon közel voltak a határhoz, és most itt felolvashatnám, a Kálainak van egy nagyon érdekes levele a Horthy Miklós titkos irataiban, most fölemelem direkt, tehát ez is egy régi kiadás, ahol arról értekezik folyamatosan, hogy milyen közel vannak a szovjetek, és napok kérdése, hogy olyan döntések elé kerül Magyarország, ez március eleje, 44 március eleje, arról beszéli le a kormányzót, tehát nem mondja el a március 15-i egyébként politikai szempontból elég nyílt hangvételű levelét. Tehát itt elég sok mindenről lehetne beszélni. Tehát a másik, a szovjet vonatkozásban mit akartak még elérni magyar részről, és mi lett volna az ajánlat? Hogy az úgynevezett megszálló csapatok, amelyek ott ugye a elég hézagos front körül imbolyogtak, ez a magyar fél felajánlta, hogy ezeket ugye hazahozza, vagy hátrébb vonja, és ez egyébként egy követelése is volt
az angol száz fejlektet. Ilyen értem, ez mondjuk elég provokatív volt valóban. Tehát, hogyha ezt a magyar fél erőltette, már pedig 1944 elején ugye erőltette, Szombathely is járt az OKV-nek. Arról is lehet tudni, hogy később ez már Stockholmon keresztül volt egy ilyen magyar felvetés, amit az amerikaiakkal közöltek, hogy továbbítsák a szovjetekhez, hogyha nem sikerül semmilyen egyességre jutni, és a németek ezt nem engedik meg. Ez egyébként az isztambuli táviratváltásokba is belekerült. Akkor azt fogják csinálni, hogy valahogy olyan helyzetet teremtenek, hogy ezek a magyar erők tehát megadják magukat a szovjeteknek, de ezt majd leplezik. Hát hogy ezt is mennyire lehetett kivitelezni katonailag, ahhoz én nem kevésbé értek. Tehát itt az alapvető kérdés még az, hogy ez koncepcionálisan az egész térség kiugratása, Románia kiugratása kapcsán hogyan alakul. Ugye március elején a román ellenzék képviselője egyébként a román kormány tudtával Kairóba tárgyal szovjet, amerikai és brit képviselőket. Ez nagy sajtónyilvánosságot is kap, tehát ebben semmi titkos nincsen. Tehát Románia kiugrását azt a Magyarországon és Budapesten is küszöbön állónak tekintették ekkor. A király, Mihály király ekkor már lépett volna, magához rendelte Mániút, aki viszont lebeszélte erről. Tehát nem következett be a román kiugrás, de bekövetkezhetett volna adott esetben, ebben a helyzetben is, és az egy merőben más szituációt teremtett volna. És ide még egy nagyon fontos dolgot mondanék, a magyar vezérkarnak ugye február végén volt egy ülése, ahol a miniszterelnök eligazítást tartott, egy helyzetteremzést. És itt felvetődött, egyébként ez Bethlen parlamenti beszédben is elmondta, hogy adott esetben Románia átállás, akkor nekünk lépnünk kell és be kell nyomulni Dél-Erdélybe. Na most itt az SZOI utolsó táviratai, ezek most nem a magyar vonatkozások, más fájlok, törökországi fájlokból, lehet olyan iratot találni, ezt is hoztam magammal egyébként, amiben kifejezetten arra utasítják az isztambuli eszóit, hogy meg kell akadályozni mindenfajta ilyen magyar lépést, ami arra irányulna, hogy Dél-Erdélyt megszállják. Tehát alapvetően itt a koncepció, ami előnyös lett volna, ez egyébként sokszor már 1940-41-től felvetődik, 42-ben is egy memorandumban előfordul, hogy Magyarország és Románia együttes kiugrása a legelőnyösebb, és minél nagyobb zűrzavar keretkezik közöttük, annál jobb tulajdonképpen. Tehát ezeket mindenképpen el akartam mondani, de nagyon hosszú lenne, úgyhogy még akarok másnak is szót és hozzászólást hagyni. Nem én vagyok az első persze, akinek eszébe jut, hogy a különbéketárgyalások és a német megszállás között összefüggés van, hát nem keves, egy nagyon kevéssé ismert történész idézőben Randolph Brehem vetette fel. Most az oldalszámot ne kérd rajtam számon, de azt hiszem második kötet vége felé, vagy mindegy, a könyvemben benne van az idézet, hogy ülhettek volna a kálaik a fenekükön, és sokkal jobban jártunk volna. És ez egy érdekes kérdés. Ugyanis miért tárgyalnak egyáltalán? Mit ígérnek? Most tényleg felejts. Megvan nekem az orosz fegyverszüneti egyezmény egyébként, tervezett 44 februárból. Ami elég szigorú, hadd tegyem hozzá, szigorúbb, mint amit végül is aláírtunk. Tehát tulajdonképpen miért is tárgyalnak a kálaiék? Ugyanis meg kell, hogy mondjam, ez változhat, kerülhetnek elő új iratok, stb. De amit én eddig láttam, abból tulajdonképpen az derül ki, hogy semmit nem ígértek a magyaroknak. Egyetlen egy feltételt kérnek végig Törökországban, hogy Magyarországot is felszabadított, nem megszállt, hanem felszabadított országként kezeljék. Na most, hogy ezért megérte, amikor mindenki tudja, hogy ennek mi lehet a következménye, és ugye a másik oldalról. Jó, nem értenek a szóból a Károly-féle diplomáciai küldöttek, hiszen lehetett volna, ugye jönnek ilyenek, hogy ó, hát a Habsburg Ottóról azt lehet hallani, hogy neki azt mondta a Roosevelt, hogy ha kiugrunk, megkapjuk Erdélyt. De ez valamilyen három vagy négy áttétel átjön. Tehát tulajdonképpen ábrányjainkban hittek. Ugyanakkor a túloldalról egy szóval le lehetett, ők tudták, hogy ez veszélyes. Most jó, elvitázhatunk azon, hogy németek, helyiek, de azért az egy biztos. Azt lehetett tudni, hogy ahova a németek beteszik a lábukat,
ott azért a zsidó lakosság nincsen biztonságban. Ugye? Ezt ebbe egyet lehet érteni. Nyugodtan mondhatták volna a gyerekek, semmit nem fogunk nektek kínálni, semmit. Se területet, se a politikai rendszer túlélését, szó szerint semmit. Tehát nincs értelme tárgyalni, mert túl veszélyes. Ez persze nem történik meg, és érthető, hát nekik tényleg voltak stratégiai érdekeik. Szóval, de ez kell meg... És ez érdekes, hogy András mondja, idézett egy iratot, amiben arról van szó, hogy a Közép-Európát a britek, brit felség, Magyarországot tekintik? Egy konkrét táviratban foglalkozik. Ki? Van ez, hanem az isztambuli SZOI kérdez vissza London felé, hogy hát Magyarország nem brit érdekszféra? És mi a válasz? Ez a 44, de nincs válasz. Jó, ugyanis ebből kifolyólag ugye 100%-ig nem tudjuk eldönteni. De akkor mondok valamit. De el lehet dönteni, ugyanis 43. januárjában átad az angol nagykövetség, a brit nagykövetség Washingtonban egy egyetlen példában készült iratot Cordell Hallnak. Na most, aki ismeri a diplomácia történetet, azt tudja, hogy nagyon ritkán készül valami egy példányban. És ebben a Foreign Office elképzelései tartalmazza a háború utáni világra. És ebben a következő áll, de szó szerint idézem, könyvemben is benne van különben. Ez washingtoni levéltár, State Department anyag, Record Group 59. Hosszú az irat, de a lényeg a következő. Romániát és a Szovjetunióval szomszédos országokat át kell adni a farkasoknak. Hát ugye azok természetesen az oroszok. Akit ez a kérdés bővebben érdekel, hogy hogyan játszotta ezt le Churchill és Eden, van egy Fraser Harbutt nevű ausztrál származási történész, írt erről egy kiváló könyvet. És a moszkvai rendszernek nevezi a jaltai rendszer. Tehát az ő álláspontja az, hogy a moszkvai konferenciára, tehát 44. októberére nagyjából Churchill és Eden elfogadta, hogy annak érdekében, hogy a britek megtarthassák a földközi tengeri hadállásaikat, nevezetesen Görögországot, beleegyeztek abba, hogy Magyarország, Románia, Bulgária átkerüljön a szovjet érdekszférába. Churchill ugye mondta, hogy hát ez nem lesz jó, mert az orosz barbarizmus gyűri majd le a régi helyi kultúrákat, de itt az időn volt egyébként a radikálisabb. Végül is a százalékos egyezmény, amit ő Sztálinnak ajánl, az ennek a legalább 43 elején kezdődött brit tusakodásnak, belső tusakodásnak az eredménye, hogy vannak birodalmi érdekek, de ez nincs meg a kellő brit erő. Ha ragaszkodunk a birodalmi státuszhoz, akkor bizonyos dolgokat át kell engedni az oroszoknak. Attól tartok, itt azért összecsúsznak bizonyos dolgok, amit külön kéne választani. Az egyik az, hogy nyilvánvaló se Anglia, se Amerika nem volt abban a helyzetben, nem is kívánta, de politikailag nem is tudta volna megoldani, hogy újra tárgyalja a trianoni békeszerződést és kielégítse Magyarország igényeit, illetve egyáltalán szerepet vállaljon Kelet-Európa újrarendezésében, mondjuk úgy, hogy a francia politika ezt az első világháború után megtette. Magyarán az, hogy nem tudtak ezek az országok igazából politikailag tartalmat felajánlani Magyarországnak, ez nem meglepő. Itt az a kérdés, és ez szorulna bizonyításra, ami szerintem nem történt meg, hogy olyan áron is kívánták volna Magyarország megszállását, hogy az minden szempontból kontraproduktív legyen számukra is. Nyilván te se kívánsz ilyet bizonyítani, hiszen ellentétes volna az állításaiddal, azt nem lehet a tézised, hogy az Amerikai Egyesült Államok a háborút elkívánta nyújtani azzal, hogy Magyarországot megszállhatja. Viszont ez történt, hogy Magyarország megszállása a háborút elnyújtotta, és ezt akárhogy osztom, akárhogy szorzom, nem tudunk ezzel mit csinálni, de ami a legfontosabb, hogy egy dolog az, hogy nem tudtak semmit se ajánlani a nyugati szövetségesek, de konkrétan az, hogy ki mit kap, vagy mit nem kap egy kiugrás esetében, ez mindig helyi improvizációkkal dőlt el. Se a finnek, se a románok esetében nem létezett egy bianco check 1943-ban, hogy kinek mi fog jutni. Tehát ez mindig akkor dőlt el, és amit András is mondott, hogyha egy olyan forgatókönyv valósul meg, ami elvileg lehetséges lett volna, hogy Románia és Magyarország együtt ugrik ki,
az minden szempontból egyrészt mást jelent, másrészt a magyar politikának a felelősségét abban, hogy ez az egész ország hadszíntérré vált, abban, hogy az ország állampolgárainak nagy része nem úszta meg a háborús szenvedést, sőt, jelentős részüket legyilkolták, illetve ágyútöltelékként frontra küldték. Ez egy magyar felelősség, és nem brit vagy amerikai. Ez elég fontos. És még csak egy adalék, hogy ez az egész állítólagos intenció, amit te felvezetsz, hogy kiprovokálják Magyarország megszállását. A német oldalról nézem, én nem találtam iratot, amiben konkrétan a megszállást kapcsán való mozgósítást, illetve aktív intézkedéseket 1941. márciusa előtt rendelnék el. Tehát az egész egy villámgyorsan összehozott, teljesen improvizatív és összetákolt dolog, és ebből, hogy itt nem arról van szó, hogy ezt már hónapok óta a gyakorlatban is csinálják, felvonultatnak hozzá adosztályokat, hanem pont fordítva összekaparnak néhány egységet, és ezzel ezt az egész ügyet ad hoc megoldják, azt mutatja, hogy bármi is volt az amerikai intenció, a német fél döntését, mint ahogy egyébként ez a parancs is mutatja, alapvetően a globális hadihelyzet határozta meg, hogy nem lehet kockáztatni azt, hogy egy ország, amely előtt megjelenik a vörös hadsereg, esetleg fogja magát és kiugrik. Jó, tehát újból, hogy esetleg te is megértsd, de már sokat szor mondom el. A kalkuláció az volt, hogy Normandia előtt kell a nyugati hadszintéről a németekkel csapatokat elvitetni. Erre épült az angol száz propaganda és az angol száz politika. Egyébként kikérem magamnak az állítólagos szót, ugyanis ha komolyan veszed a történészi szakmát, és azokat az iratokat, amiket te levéltárban találsz, ezt nem lehet mondani, ugyanis ott van benne, sajnos. Csak el kéne olvasni. De javaslom, nem hiszel nekem, azt gondolod, hogy én konfabulálok, kitaláltam az irataim, ülj fel a repülőre és menj el Washingtonba. Nézd meg, ott van a jelzet, kikéred, ott lesz, garantálom neked. 99,5%-ban. 0,5%-ot nem garantálok, mert mindenki téved. Lehet, hogy az is lehet, hogy átpakolták a levéltárosok, de majd segítenek. Tehát mondom, lehet, hogy ez volt, ebben most tényleg nem érdemes belemenni, hogy meghosszabbította, nem hosszabbította. Azt lehet tudni, hogy mi volt az angol száz kalkuláció, és ők ennek alapján politizáltak, hogy nem jött be, amire kalkuláltak, én elhiszem neked, hogy meghosszabbította. Ők nem így látták akkor, amikor ezt a politikát kitalálták, csak ennyit akartam. Persze. Csak nagyon röviden arra, mert Borhi Lászlóval itt ugye fölmerült az, hogy most brit érdekszféra vagy nem, ugye Magyarország. Tehát én azt nem állítottam, hogy Churchill és az amerikaiak mondjuk ugye nem látták volna azt, és nem abban a szellemben gondolkodtak volna itt a jövőről, hogy nagy valószínűséggel, mert azért azt húzzuk el, hogy a háborúnak még nem volt vége, nagy valószínűséggel Magyarország is szovjet megszállás alá kerül. Ezzel ellentétben viszont az apparátust, amelyik itt a magyar kontaktusokat ápolta, azt nem ebben a szellemben tájékoztatták, mert ez nem is lett volna célszerű, hogy ugye esetleg ott valaki elkotyogja, hogy hát tulajdonképpen itt már nincs is miről beszélnünk. A másik dolog meg, hogy itt nagyon sok szintér, még ez nagyon röviden szóba került, de hát pontosan a megszállás előtt a magyar kormány kifejezetten kérte Isztambulon keresztül, hogy most már döntsük el, hogy melyik az a csatorna, ahol tényleg tárgyalunk, és erre azt válaszolták vissza, hogy az így ezekkel a szavakkal, tehát ugye ez a három szövetségessel vonatkozik, az Egyesült Nemzetek felé az egyetlen hivatalos csatorna Isztambul, és a veresféle vonal, ez érkezett vissza. Tehát én ennyit tudok hozzátenni. Köszönjük szépen. Megnyitnám a kérdéseket. A következő 50 percben önöktől várunk kérdéseket, rövid észrevételeket és kérdéseket. Ádám, a következő lesz a... Egy mondatot engedj meg. Mindjárt átadom a szót, csak elmondom, hogy nagyjából hogy fog ez kinézni. Bödög Gergő kollégám, Clio Intézet társvezetője fog a mikrofonnal szaladgálni, nálunk egy mikrofon marad, és a kérdés feltevés után kérem, hogy mutatkozzanak be a kamera számára, és a kérdés feltevése után pedig azt is mondják meg, hogy kihez szeretnék feltenni a kérdést, és így akkor nagyjából le fogjuk tudni folytatni a vitát. De előtte még Ungvári Krisztián egy pár szót szól. Egy félreértés van köztünk, az állítólagot nem arra mondtam, hogy azok a dokumentumok, amire te hivatkozol, nem léteznek. Ez egy insinuáció lenne.
eszembe se jutott. Az állítólagot arra mondom, hogy te ezeknek a dokumentumoknak kizárólagos jelentőséget tulajdonítasz, holott itt Jó András is, Ádám is elmondott egy sereg más dokumentumot, amik viszont pont nem ezt bizonyítják, hanem az ellenkezőjét. Az a helyzet, hogy minden külügyminisztériumban fog találni egy kutató különböző álláspontokat. Igen, csak nem egy ügye kapcsán. Igen, a vezérkari főnökök utasítását, Krisztián. Bocsánat, ne haragudj, de több következtetést vonható le ezekből a dolgokból, én ezt állítom, te pedig szerintem ezt túlinterpretálod. Lehet, hogy nincs igazam, ha te azt gondoltad, hogy én kétségbe vontam az általad idézett dokumentumok létezését, akkor tévedsz, nem vonom kétségbe. Bocs, Ádám, egy 3 perc. Figyelj, kéne nekem 3 perc, és iszület. Jó. Addig ti válaszolhattok, csak vagy a Laci, csak nekem 3 percet ki kell szaladnom. Nem baj? Csak hozzád akarok beszélni. Kibírsz 3 percet? Tessék? Csak, tehát a következő, nagyon köszönöm, hogy szót adtak nekem. Nekem nem kérdéseim vannak, nagyon rövid megjegyzéseim. Laci, bocsánat, nagyon sok éve, nagyon jóba vagyunk, lehet, hogy ez most meg fog változni. Rendkívül magabiztos vagy, olyan kérdésekben is, amelyekben nagyon súlyosakat tévedtél. Az első, 1942-ben rá kell nézni a térképre, a német hadsereg döntő vereséget szenvedett Észak-Afrikában, ülj le fiam, 1943. Ilyenben nem tévedünk egy évet, ha egyszer II. Világháború hadtörténetéről beszélünk, és a bodyguard hadműveletről azt állítani, hogy egyedül, a 47, talán több, talán kevesebb, nem számoltam meg, 47 különböző pontot jelentek meg, amit el akartak hitetni a németekkel. Volt egy például, 1944. június 6-án Normandiában fogunk partra szállni. Ezt is megpróbálták elhitetni a németekkel, nem hitték el. De volt dél-franciaországi, észak-olaszországi, és még sorolhatnám hány helyszín. A Balkán volt az egyik hangsúlyos, de nem a leghangsúlyosabb. A legsúlyosabb viszont a holokauszt. Krisztián már megemlítette Franciaországot, én megemlíthetném Romániát, megemlíthetném Bulgáriát, megemlíthetném még Szlovákiát is, ahol 1944. augusztusa előtt ugyan volt egy jelentős deportálás, de 42-ben ott is leállt. Nem igaz az, hogy a németek mindenütt ki akarták volna írtani a zsidókat a háború alatt. Majd ha szépen megnyerik, akkor utána kiírtják. Itt van egy dokumentum, amit idéztél, 1943-ban, majd újra és újra megismételted. Ahova a németek bementek, ott minden zsidót kiírtott. 43-ban már egy amerikai tábor, meg a felettesei, meg a alantasai tudják azt, hogy mi lesz az eredménye Magyarország német megszállásának. De érdekes. Ezt néhány ember nem tudta. Például nem tudta Hitler, nem tudta Eichmann, nem tudta Horthy, nem tudta Sztójai, nem tudta Endre László, nem tudták az illetékesek. Ha a magyar hatóságok élükön Horthyval 1944. március 19 után azt mondják, és erről ne haragudjanak, hogy álszerénység nélkül mondhatom, hogy Ungvári Krisztiánnal egy nagyon súlyos vitánk van, de mi ketten írtunk erről a legtöbbet, hogy a Horthy azt mondja akkor, hogy innen elvihetnek 5000, 10000, legyen 50000 munkaképes felnőtt zsidó férfi, de egy emberre se többet, akkor hiába jött ide. Akkor hiába jósoltak a delfói jóstát meghazudtoló módon 43-ban amerikai tábornokon. Ezt így el is másolni. Én Litván Györgytől hallottam azt, hogy ha a történelemben valaminek egyetlen egy oka van, akkor az meg sem történik. A megszállásnak nagyon sok oka volt, de nem az, amiket Laci itt elő. Jó, akkor erre akarok válaszolni. Köszönjük szépen. Tehát ugye elvitted a cikket, talán nyilvánvalóan tudatosan az egész vitát egy olyan irányba, ahol nem ment volna el, és nem szerepelt az eredeti szövegben, de azért ne haragudj, az, ami Lengyelországban zajlott, 42-től, és a keleti fronton zajlott, csak ezt elfelejtetted megemlíteni, az a totális kipusztítás volt. És ezt tudták. Ne haragudj, járj utána. Ha máshol nem, tuvia a feeling izraeli történészet, de mondhatok még 10 másikat. Tehát addigra a keleti fronton kipusztítottak 1,5 millió zsidó embert. A lengyel zsidóságról nem beszélve. Csak ezt elfelejtetted mondani. Tehát nyilvánvalóan, biztosan semmilyen következménye nem volt a német megszállásnak a helyi zsidó lakosság sorsára, vagy ezt akarod mondani? Ezt én viszont nehézen tudom elfogadni. Jelentkezett. Kovács Kálmán vagyok, Veritas Történetkutató Intézet. Előre bocsátom, hogy nem szakterületem a téma.
De azért az ember itt ott fölcsipeget egy pár morzsát, és ennek alapján Ungvári Krisztiántól kérdezem, hogy hogy mondhatja azt, hogy Magyarországon a németek Magyarországot hulladék erőkkel szándékoztak megszállni, amikor Sam Weber Norbert kutatásaiból tudjuk, hogy mennyire készültek, és hogy Bécsben micsoda légierőt és tankerőt összpontosítottak. Hány Tigris és Párduc tankot, amikor a Tigrisek még a T-34-esek ellen is milyen hatékonyak voltak, és a magyar páncélos erő pedig milyen szintű T-3-as szintű tankokból állt. Sam Weber Norbert kutatásaiból tudjuk, hogy néhány Tigris az egész magyar tűzerőt le tudta volna abálni, és ezek készen voltak, és Bécsben voltak, és azt is tudjuk, hogy a német vezérkar szerint az egyetlen értékelhető magyar fegyver nem a légvédelem volt, amit emlékeim szerint Nagyvárad környékére összpontosított a magyar hadvezetés, és a Luftwaffe-nek ki volt adva, hogy ennek az egynek a megsemmisítésével törődjenek ellenállás esetén, és ellenállás esetén terrorbombázással. Tehát, hogyha ott azt a szegedi maszákféle dolgot vesszük, amit ugye Gellért Ádám hozott, hogy akkor a portásokkal majd megbeszélhetik az angolok, az teljesen megáll, ugyanis a németek nagyon készültek a Magyarország megszállására, semmit nem bíztak a véletlenre, és csak március 19-én hajnalban derült ki, hogy ezt az erőt nem kell nekik felhasználniuk, és ezt vihetik Olaszország felé. Tehát akkor ezt megkérdezem még egyszer, hogy mondhat ilyen körülmények között olyat, hogy itt hulladékerőkkel akarták Magyarországot megszállni, amikor én tudom, hogy ez nem így van. A másik kérdésem az összes résztvevőhöz szól, hogy miért van az, hogy mindig csak Románia és Magyarország viszonyában gondolkodunk, amikor tudjuk azt, hogy 45 januárjáig lebegtették az itáliai frontról a Trieste partra szállást. Ugye tudjuk azt, hogy a Trieste-Bécs útvonal, ez egy hadászatilag könnyen járható út, és tudjuk azt, hogy ennek kapcsán az amerikai és a brit diplomácia és a horvát kapcsolatot is életben tartotta, illetve ugye a briteknek a Titóval való kapcsolata is kulcsfontosságú volt. Ezekről miért nem beszélünk? És azt akarom csak elmondani, hogy én mindezek alapján úgy látom, amit én tudok, hogy Borhi Lászlónak sokkal inkább igaza van, mint Ungvári Krisztiánnak. Köszönöm szépen. Bocsánat, elnézést kérek, hogy magamhoz ragadom a szót. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, jelezte, hogy el kell mennie és hozzá szeretne szólni, ezért a kérdésedre választ fogsz kapni, de akkor átadnám, hogy... Köszönöm szépen, sajnálom, hogy nem tudok végig maradni a vitán. Hangsúlyoznám, hogy én nem mint ő egykori politikus, atlantista, angol-amerikai barát szólalnék itt hozzá, hanem mint történész. Én Juhász Gyulával sok-sok éven át együtt tanítottam a közgázon, és ezt a bizonyos híres könyvét is hát megvitattuk. Én akkor már egy ismertetésből is kifejeztem azt a véleményemet minden tiszteletem és barátságom ellenére, hogy nem értettem egyet azzal, hogy szegedi maszákék, vagy akár Hortik bezárólag az akkori magyar vezetés a rendszer átmentését akart elsősorban. Sokkal nagyobb felelősséget tanúsítottak, az ország jövőjét és természetesen a határok jobb meghúzását akarták, és ez 42-től ez befolyásolt, ez vezérelte a magyar politikát. Nagyon sok mindent tudnék mondani, ezekről írtam Magyar Szemlében, Rubikonban, stb. Ezeket most mellőzöm idő hiányában. Én két kérdést teszek fel itt a részvevőinek. Figyelembe véve azért azt, hogy mint történész is tudjuk, hogy olyan mennyiségű forrás áll rendelkezésre a II. Világháborúról, hogy úgy vagyunk ezzel szinte, mint a Bibliával, mint a Koránnal, hogy mindent le lehet vezetni belőlük. Tehát azt is, hogy a nyugati hatalmak valamilyen elképesztő cinizmussal a magyarok és Magyarország rovására és a magyar zsidóság feláldozásával akarták az ő érdekeiket előmozdítani.
de az ellenkezőjét is, az, hogy itt csak az oroszok voltak az emberek, akik, mint a Varsói felkeléssel is történt, azt akarták, hogy a németek verjék le Magyarországon is azokat, akik ellenállának egy orosz hatalommát, illetve kommunista hatalomátvételnek. Tehát azért provokálták, azért biztatták, hogy igenis Magyarország minél hamarabb ugorjon ki, mert akkor a várható megtorlás miatt sokkal könnyebb dolguk lesz az országot kommunizálni. Tehát lehet kommentálni, hogy ez elfogadható, vagy nem ez a felfogásom, vagy nézetem. Két kérdésem azonban továbbra van. Az egyik az, hogy minnyájunkat az értő, főleg a laikusokat, de hát a szakembereket is az foglalkoztatja, hogy azért lehetette volna jobb megoldásokat találni itt ebben a kényszerhelyzetben, amiben volt Magyarország. És ami kézenfekvő két lehetőség, vagy két időpont, 43. szeptemberre az olasz kiugrás sokkal jobban kihasználni, ez az amerikaiokon múlott, és Magyarország erre kész volt, akkor nem voltak itt német csapatok, tehát akár Orbán akkor együtt ennek lett volna esélye, angol desztant esetében. A másik időpont pedig, hogyha, és ez talán nagyobb felelőssége a Hortinak és az akkor vezetésnek, hogy 40 tudhatták, készülhettek arra, hogy Magyarország ellen valami készül. Miért nem adták ki a hadparancsot, hogyha minket letartóztattak Veszhelyben, akkor ellenállás van. Nyilvánvalóan nem lett volna nagyon hatásos. Sok áldozattal járt volna, valószínűleg kevesebb áldozattal, mint ami történt, és azért ez egy komoly pont lett volna, jó pont lett volna, hiszen Szlovákia és Románia még Németország hűséges szövetségese volt. A másik kérdésem pedig az, hogy vannak olyan munkák is, amelyeket nem szaktörténészek írtak, de nagyon alapos forrás tanulmányok alapján magyarul megjelentek, és érdekes módon ezekről soha nem esik szó, a kedves kollégák sem szokták idézni, vagy nem hivatkozni. Egyik Zettler Antalnak a kitűnő könyve, ugye, ami kis élethalál kérdéseink címmel vastag források alapján, a másik pedig Fenyvesi Károly Amerikában élő újságírónak a CIA, vagy hát az előzmények titkos adatai alapján a három összeesküvés, ami hát nagyon érdekes kérdéseket vett föl. Nagyon sajnálom, hogyha itt egy tévedés forog fent a hulladékerők kapcsán. Természetesen nem abban az értelemben mondtam ezt, hogy összesen egy darab német katona jött volna be. A számokat kivetítettem, tehát mindenki látta, hogy milyen hadosztályok és összesen mennyien. Azért használtam kicsinyítő jelzőket, mert hogy ez a katonai erő egyiket minimális volt. Még a legelején is minimális volt, ahhoz képest, hogy mondjuk egy jobb német offenzívánál hány katonát vetnek be, és pedig azért, mert a német megszállás kezdettől fogva nem abból indult ki, hogy itt komoly katonai erőt kell idehozni, hanem abból indult ki, hogy egy evolúciós megoldás fog történni. Edmund Wiesemeyer is erről írt abba a két felterjesztésébe, amit ezzel kapcsolatosan megfogalmazott, és a német koncepció a megszállás kapcsán az volt, hogy ha lesz is ellenállás, akkor sem lesz az ellenállás tömeges. Ha tömeges ellenállást tartottak volna, akkor nyilván sokkal több erőt kellett volna idehozni. Ezeket improvizatív módon kaparták össze. Nem stratégiai erőket Németország, volt stratégiai tartaléka még a német hadvezetésnek 1944 márciusában, nem is olyan kevés. Ezekből a stratégiai tartalékokból, ez egy ténykérdés, nem hoztak Magyarországra senkit se. Nem vontak el például Franciaországból egyetlen egy hadosztályt se a magyar megszállásra, pedig volt Franciaországban több tucat német páncélos hadosztály, akit ide utaztathattak volna. Egyébként annak örülnék jobban, hogy Számében Norbert fejből fogja tudni a páncélos tanhadosztály páncélosainak számát szerintem, én nem, hogy ez mekkora erőt képvisel, ezt ő sokkal pontosabban el tudná mondani, és ha van annyi idő, akkor át is adnám szintén neki a szót. Hogy mondjak erre valamit? Én nagyon szívesen végighallgatom, csak bocsánat, csak ez irreleváns. Irreleváns az érvelés logikájából kifolyólag, hogy pontosan hány jött ide, ne haragudj, hogy ezt mondom. De ezt próbáltam neked elmagyarázni. Azt számít, hogy mennyire számítottak, hogy az angol szászok mire és mennyire számítottak, és nekik ez a politika megérte. Hogy utána de facto hány német hadosztály jön, az egy teljesen más vita a kérdése, nem is akarok belefolyni.
annak idején én megnéztem, beleírtam a könyvembe, de te ezt százszor jobban értesz, majd el fogod mondani. Csak mondom neked, hogy ragaszkodjunk egy picit a vita logikájához. Tehát persze el lehet erről vitázni, hogy most gyenge, erős, stb., de ez nem illik bele abba, amiről ma beszélünk igazából. És hát Jeszenszky Géza kérdése természetesen választ igényel, és igen, kellett volna és lehetett volna másképp csinálni, és voltak a magyar politikai, az angol barát politikai elitnek illúziói voltak, amelyhez végig ragaszkodtak foggal, körömmel. És az egyik ilyen illúzió az volt, hogy majd, amikor vége a háborúnak, jönnek az angolok és az amerikaiak, és közösen indulunk egy Szovjetunió elleni keresztes hadjáratra. Ez egy teljes őrület volt, erről akkor már nem lehetett szó. És volt ugye a magyar elit jelentős része a 19. századtól anglomán volt. És nincs még egy ország a világon, ahol Shakespeare, Anglián kívül, ahol Shakespeare ennyire népszerű lenne, mint Magyarországon. És bizonyos illúziók fűzöttek, nem is inkább az amerikaiakhoz, amit a magyar elit igazából nem ismert és nem is nagyon szeretett, viszont a britekhez annál inkább. És a brit nagylelkűségben és jóhiszeműségben hittek végig, abban, hogy ők nem fognak átverni. Egyszer ezt egy kollégám, Becker Andrásnak hívják, egész kiváló kutató, ő is ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, és egy amerikai vitán elmondta, hogy a magyar elit hitt az angolok igazságérzetében és a fair playben. És ott felállt egy történés, és azt mondta, hogy hát én elég sok olyan országot tudok, ahol ezt az angol tulajdonságot erőteljesen kétségbe vonnák. Tehát azért voltak a világnak olyan részei, ahol mit kell, hogy nem tudok más mondani, aljasul viselkedtek az angolok, és lemosszárolták a helyi lakosságot. Csak ugye nekünk ez kiesik, meg kit érdekel, hogy mi volt Afrikában, ugye? Hát Magyarországon ez kiesik. Tehát ennyit akarok mondani, hogy Jeszenszky Gézának igaza van, és ez egy megvizsgálandó kérdés, hogy hol tévedtek, és ebben biztos vagyok, hogy tévedtek. Hát Jeszenszky Géza kérdésre én is reagálok. Az olasz kiugrás, az legfeljebb, ha akkor Magyarország lép, az legfeljebb annyiból lett volna előnyös, hogy váratlanul érte volna talán a német felett. Tehát ugye a Margaréta tervek, ugye Magyarország és Romániára, ez csak szeptemberre került kidolgozásra. Tehát ilyen értem, igen, de mondjuk ebbe például kíváncsi lennék a hadtörténész véleményére, hogy akkor mondjuk hevenyészve az olasz események közepette, mekkora erővel tudott volna Németország reagálni, tehát nem tervszerűen, ha mondjuk hirtelen 43. augusztusában vagy szeptemberében bejelenti Magyarország, hogy kilép a háborúból. Én erre egyébként kevés esélyt, tehát ezt komolyan nem fontolgatta a miniszterelnök akkoriban. Ezt lehet, hogy sokan gondoltak, angol barátok erre. Én nem látom ezt egy olyan nagyon megfelelő pillanatnak. A megfelelő pillanat szerintem nem érkezett el, egyszerűen ezt kell mondjam. Illetve a megfelelő pillanatán az lett volna, most nemrégen publikáltam egy forrást, ez ugyan egy utólagos forrás, Andorka Rudolfnak, akit említettem, madridi követünknek a visszaemlékezése, ő teleki még angol száz kapcsolatok véget küldte ki ugye követként Madridba. Amikor visszatért Budapestre, akkor járt Bárdosinál és Hortinál is, érzékeltette azt a madridi követtársa, nagykövettársa, brit követtársa Samuel Hoare, hogy Churchill üzenetét adja neki át, és ezt közvetítse Budapestre. Ez nem biztos, hogy így volt, mondom utólagos, de ha ezt figyelembe vesszük, azért ez nagyon érdekes a fair play-jel kapcsolatban, vagy hogy mit tartottak az angolokról. A következőt adták Hortinak és Bárdosinak. Az angol szászok minden Magyarországgal magyar lépést megértenek, ami a németekkel való együttműködést jelenti, mert kénytelen az ország a geopolitikai helyzete miatt ezt megtenni. Csak egyet ne csináljunk, ne lépjünk be hivatalosan a háborúba, mert akkor nem tudnak semmit többet az érdekünkbe tenni. Mindketten legyintettek, ezt írta Andorka. Hát ezt tudnám hozzátenni. A megfelelő pillanat, hát egy kényszer pillanat volt végül is 1944. február március eleje. Most ezek a szovjet kapcsolatok, ezek nem tudjuk, hogy, vagy ez a szovjet irányú kezdeményezés, hogy erről mit tudott meg
a német fél. Ilyen Kershaw-nak a nagy, magyarul is megjelent kétkötetes Hitler életrajz, az kifejezetten utal a stockholmi információkra, amelyek, tehát nem elképzelhetetlen, én nem néztem meg konkrétan, hát ilyen Kershaw professzornak kéne írni egy levelet, hogy honnan vette ezt, de ez benne szerepel a könyvében konkrétan. Tehát ez sok elem volt, tehát valóban, és amit Borri László mond, az valóban egy fontos aspektus, de szerintem sem az egyetlen. Én Jeszenszky Gézának szeretnék még nagyon röviden válaszolni, hogy egy felmerült a kérdés, hogy mit tehetünk van, és itt ugye mindig pillanatokról beszélünk, megfelelő pillanatról beszélünk, nem volt előkészítve semmi. Tehát 43. szeptemberében megint csak Juhász Gyurára tudok utalni nekem az összes, én az összes forrásomat most onnan veszem. Tehát a probléma az, hogy a Kálai csoport az egy nagyon szűk réteget érintő politikusokból álló csoport, akik azért küzdenek 43, és erről próbálják meggyőzni a briteket, hogy nekik először a katonákat kell átállítani, tehát a honvéd vezérkart és a tiszteket kell átállítani, hogy bármit is tudjanak csinálni. Tehát nem, hogy arról, amikor szeptember 8-án, meg 9-én, hogy az előzetes fegyverszüneti egyezményt ugye aláírja a Veres felhatalmazásai felhatalmazás nélkül, akkor egy olyan pillanat van, ami meglepi a Kállaiékat is Budapesten, mert azt mondják neki, hogy ne haragudj, minket nem bíztunk meg téged ezzel, hogy te aláír ilyen dolgokat. És utána az egész 43-as őszi-téli beszélgetések a magyarok és a britek között arról van, hogy a magyarok hogyan próbálnak visszatáncolni, még azzal is, hogy ezt a két szerencsétlen brit ejtőernyőst fogadják. Tehát nem, hogy arról nincs szó, hogy katonai ellenállás, meg semmi nincs megszervezve. A kiugrás iroda, ami 44. januárjában áll föl, és amivel megbíznak ugye az ifjabb Hortit, hogy szerezzen olyan magyar tesztet, meg nem tudom milyen csapatokat, akik majd ellenállnak a németeknek, hát akkor kezdődik el egy ilyen embrió fázisban az, hogy itt valami fajta katonai gondolkodás elinduljon. Hát a Hortiék, ugye Vardjai Gyula írja, hogy 44-ben a vezérkarnak van egy olyan jelentése, január 10-ben egy olyan helyzetértékelés, hogy az oroszok majd el fognak minket kerülni, nekünk itt nem lesz semmi problémánk, és várjuk ki, mi történik. És erre írja Vardjai, hogy a magyar hadtörténet eddig valószínűleg a legbutább elemzése, vagy legrosszabb elemzése történt. Tehát annyira, tehát a realitásokat én úgy érzem, és könnyű innen beszélni, de amikor olyanokat hallok, hogy hiszékenyek vagyunk, ugye a Hortiról mindig az, hogy hiszékeny volt Horti, meg elhitte, meg gentleman's agreement, meg a 19. század embere volt. Nézzük meg Antonescut. Tehát hogy a románoknak sikerül ezekből a szituációkból 44-ben jobban kijönni, mint nekünk? Tehát itt én, nekem az a meggyőződésem, és én nem vagyok ennek a témának a szakkutatója, de amit az iratokból számomra kiterül, hogy rettenetesen gyenge volt az a bázis, amire építhettünk volna bármifajta kiugrási kísérletet, vagy kiugrási kísérletet tervezni kell hónapokig. Hát a németek is az általános megszállási tervet hónapokkal ezelőtt kidolgozták, az általánosat. Utána, hogy majd számvében orientálnak, milyen részletszabályai, meg részletrendelkezései vannak, az is egy több hetes munka volt, tehát erre fel kell készülni. És akkor itt jön az a kérdés, hogy 1978-ban írtak utoljára, és ezt minden helyen el szoktam mondani, 78-ban Ránki Györgynek a frissített verziója Magyarország-német megszállásról, ez az utolsó komoly munka, 40 év, amit Magyarország-német megszállásról írtak. Tehát most itt hallanak, hogy most vitatkozunk, és alapvető kérdésekben nem tudunk önöknek pontos válaszokat adni, az abból fakad, hogy ez a monográfia nem készült el az elmúlt 40 évben, pedig mind a német levéltárakban, Koblenz, Freiburg, München, Berlin, amerikai levéltárak, brit levéltárak, és még sorolhatnám, nagyon sok magyar irat is előkerült, ezeket hogyan lehetne úgy szintetizálni, hogy ezekre a részletkérdésekre egy átfogó választ adjon legalább egy magyar történész. Tehát én ezt egy alapvető problémának látom, ha már nagyobb kérdésekről beszélünk, hogy mi lenne a tennivaló, az, hogy ezeket a kérdéseket résztanulmányokban, aztán pedig valaki neki veselkedjen, és egy nagy tanulmányban, vagy nagy könyvben megírja nem csak a hadtörténeti vonatkozását, mert Számvében Norbert egészen kiváló könyveket tesz le az asztalra, hanem ennek a politika történeti, gazdaság történeti, társadalom történeti, hadtörténeti, és még sorolhatnám, hát most ugye említette Ryan Kershaw-nak a munkáját, hát egy ilyen nagy jelentőségű történetről külföldön, hát több egymással vitatkozó történészi munka van, és amikor Borhi László mondta, hogy miért most lett ebből vita. Hát azért lett ebből vita, és ez számomra is meglepő volt, mert eddig senki nem akart vele vitázni erről. Tehát ezt elmondtad 2009-ben, elmondtad 2010-ben, a Mandinernek, a HVG-nek volt az MTA doktori védése, de senki, én úgy érzem, én próbáltam megnézni, hogy vele vitatkozott-e valaki erről a témáról, és ennek az egész rendezvénynek a célja az, hogy vitatkozzunk róla. Higgadtan, nyugodtan vegyük elő a dokumentumokat, mert ha valaki valamit állít, nekem azt szoktam, és Jeszenszky Gézát abszolút nem értek ebben egyet. Tehát ha valaki valamit állít, akkor nem az, hogy ez is igaz lehet, meg az is igaz lehet, ha alá tudja támasztani forráskritikával, akkor vagy elfogadja a közönség, vagy nem, de két igazság. Szerintem abból a szempontból tesz egy ilyen
Episztemológiai szempontból természetesen lehet, de ha egy történész állít valamit, akkor nézzük meg, hogy mi alapján mondja azt, és úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés arra világít rá, hogy igenis, Borhi Lászlón kívül is menjen el valaki Washingtonba, töltsön el több hetet, és nézze át ezt a több száz doboz iratot, ami nem lesz egy egyszerű történet, és Borhi László egy fantasztikus munkát csinált, hogy ezt végignézte. Valaki nem ért egyet a következtetésével, de az attól még nem azt jelenti, hogy nem kell megint elmenni és megint megnézni ezeket az iratokat. Tehát kicsit hosszúra nyúlt ez a hozzászólásom, Számvében Norbert. Köszönöm szépen, nem szeretnék visszajönni az önök türelmével, nem fogok itt páncélozott harcszerművek mennyiségű adataival bombázni semmit, senkit. Három rövid megjegyzésem lenne. Az egyik az, ugye Ungári Krisztián említette, hogy az erő, német erők összetételével kapcsolatban ezt nem úgy gondolta. Én ezt nem is értettem félre, ugyanakkor az a megjegyzése, hogy Franciaországból nem hoztak el a megszállás végrehajtása céljából alakulatot, ez ugye ebben a formájában nem állja meg a helyét, ugyanis a 21. páncélos hadosztályt kezdettől fogva afrikai szétveretése után Franciaországban állították föl, nagyon nagy százalékban egyébként zsákmány volt, francia harcjárművekkel is rendelkezett. Ez az alakulat igenis be volt tervezve a Margaréta végrehajtásakor, csak amikor Kleszheimben történt, ami történt, és kiderült, hogy a Magyar Királyi Honvédség központi utasításra, jelesül ugye vezérkar főnöki parancsra nem fog ellenállást tanúsítani. Ez az alakulat azzal a lendülettel Bécsújhely környékéről vonaton, tehát vasúti szállításra fordult is vissza Franciaországba. A másik a páncélos tanhadosztálynak a kérdése, itt sem mennék részletekbe, hiszen a vita tulajdonképpen nem hadtörténeti természetű, ugyanakkor vannak ilyenfajta kihatásai is. Ez például a páncélos tanhadosztálynak a kérdése. A páncélos tanhadosztály szintén franciaországi felállítású és kiegészítésű volt, tehát ha úgy tetszik, ezt a megszállás végrehajtása érdekében Franciaországból hozták el. Sőt, de itt jön az, hogy a tények mentén azért nem minden fehér és nem minden fekete, hogy a végrehajtásban szereplő alakulatok, és ebben abszolút egyetértek Ungvári Krisztiánnal, valóban két héten belül az állomány tekintve 80%-ban a keleti hadszintérre mentek, és azonnal harcba léptek. Tehát a megszállást végrehajtó erők valóban elsősorban azért jöttek, és részük már be volt tervezve a megszállás végrehajtása előtt abból a célból, hogy a széthullóban lévő keleti hadszintérnek a déli szárnyát megerősítsék velük. Tehát ők tulajdonképpen menet közben végrehajtották egy ország részleges megszállását is, majd mentek az eredeti célnak megfelelően harcolni a keleti hadszintérre. De a páncélos tanhadosztályra visszatérve, május elejéig marad ez az alakulat. Miért? Azért marad, mert ezt az alakulatot tulajdonképpen azért hozták létre, ha megindul a második front, megindul az angol szász invázió. És amikor május 1-én már egyértelmű adataik vannak a németeknek, hogy valahol lesz a nyugati fronton egy partraszállási kísérlet, abban a pillanatban a páncélos tanhadosztályt, páncélos divíziót elvonják és visszaviszik Franciaországba. Tehát én azt gondolom, hogy a vitában szereplő álláspontok közül mindegyiknek van igen jelentős igazságtartalma is. Ugyanakkor én a magam részéről, mivel ebben a témában részletes kutatásokat nem folytattam, állást nem szeretnék foglalni. Még egyetlen egy gondolatot engedjenek meg, ez pedig az, hogy ebben a bizonyos sokat emlegetett egyes számú hadműveleti parancsban van egy olyan mondat, ugye ennek a keletkezése 1944. március 13-a, ahogy ezt Ungári Krisztián is helyesen említette, itt van egy olyan mondat, hogy az elmúlt évben, tehát 1943-ban a magyar árulásnak egy időben kellett volna megtörténnie az olaszszal, de a magyarokat csak a német Wehrmacht energikus beavatkozása rettentette el ettől a cselekménytől. Ezt én nem kívánom kommentálni, ez egy tényállítás ebből a parancsból. Hogy ennek van-e valóság alapja, vagy nincs, ezt én a magam kutatásai alapján megítélni nem tudom. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan, amit Számvében Norbert mondott, van egy kutatóhölgy, aki ezzel foglalkozik, hogy az magyar és az olasz kiugrási kísérlet mennyire volt koordinálva. Majd a végén egy szót Ádámra szeretnék reagálni, de itt látom, van kérdés, úgyhogy szerintem adjuk oda. Úgy tudom, hogy bocsánat. Ez az úr is akart, mert bocsánat, igen. Jó. Nem szeretnék Pilátus lenni a krédóba. Én építészmérnök vagyok, és egy vitakultúra kapcsán lehet, hogy más szempontokat is vetek föl. Én úgy látom, hogy ennek az félegyenesnek, amelyik tulajdonképpen a háborúba lépés és a háború elvesztése folyamata, a félegyenes vége, az a moszkvai fegyverszüneti tárgyalások, illetve a kiugrás is a Horthy proklamáció sikertelenségével fejeződött be. Tehát, hogyha egy műszaki értelembe vett
elemzést elkezdünk, akkor meg kéne vizsgálni, hogy ezen a ponton, és itt jön az én személyes indításom, és azért jöttem el erre a vitára, mert az én nagyanyám édes öccse volt Szent Iványi Domokos, aki a fegyverszüneti delegáció diplomata tagjaként, Teleki Pál tanítványaként ennek a folyamatnak végig az egyik legképzettebb diplomataként reprezentánsa volt. És itt jönnek a kérdések. Ez apám vezérkari tiszt volt, tehát a katonák szerint egy halva született kísérlet volt, tehát a katonai részéről ne beszéljünk most. Diplomáciai értelemben azonban egy olyan diplomata, aki 9 évig Amerikában volt, és jól ismerte az amerikai diplomáciai, mondjuk így feelinget, a mai szóval mondva, és ennek következtében elég realista is volt, ugyanakkor az, hogy angol barát, az nem volt vitatható. Hogy mégis 43-ban, amikor a kritikus időszak először bekövetkezett, ő inkább egy hónapot Erdélybe, a családi rokonság körébe töltött, és nem pedig ő, aki előtte 10 évig a világot járt, és állandóan utazott, nem vett részt ezekben a diplomáciai próbálkozásokban, annak lehet egy oka. A második kérdés, hogy lehet, hogy ő, aki angol barát volt, volt, aki a leghatározottabban amellett állt ki, hogy itt nincs más esély, a szovjettel, az oroszokkal kell megállapodni. Tehát ahhoz, hogy ő ehhez a következtetéshez eljusson, az egész folyamatnak, amiről beszélünk, és amiben rengeteg szerepe van a dokumentumoknak, amik most kezdenek valóban előkerülni, zárójelben megjegyzem, Szent Iványi Domokos levelezését még nem dolgozták föl, nem is ismerték azok, akik kiadták az eddigi róla szóló tanulmányokat. Tehát van egy hiátus ezen a területen, de gondolom más területen rengeteg. De ha belemegyünk ebbe a gondolatmenetbe, akkor az a fajta vita, amit a dokumentumok hitelessége ismerem, nem ismerem, feltehetőleg helyett abból kell kiindulni, hogy a történész szakma is olyan, mint talán a mi szakmánk az építészet, hogy ha van egy vázlatterv, utána aki ért a szakmához, annak alapján meg tudja nagyjából becsülni a sarokpontokat, amikről aztán lehet szakmai vitát folytatni. Tehát a történészek számára is egy óriási feladat az, hogy először jussunk el odáig, hogy a levéltári adatok alapján van egy fix itiner, ahogy ma mondják, ugye, vagy GPS-nek szokták mondani, tehát tájékozódási hálózat, és utána jön az, ami a legnehezebb és a legnagyobb empátiát és szakmai felkészültséget igényel, a következtetés. Ugye a következtetésekben lehet vitatkozni, mert én például, amit előbb elmondtam, a kételjeimet föl tudom sorolni, mert én Szent Iványi Domokos börtönből szabadulása után 10 évig mellette famuloskodtam, és megtanultam azt egy rendkívüli képzett, nagyon, hogy is mondjam, nagyon tárgyilagos, ugyanakkor nagyon rigorózusan kritikus szellemtől, hogy hogy kell a tényeket, amiket ő átélt, kritikusan szemlélni, és esetleg újra revideálni az ebből levont következtetéseket. Tehát mi, amikor következtetünk, és mondok egy következtetés, aztán befejezem, hogy milyen volt a politikai esélye ebben az időszakban, tehát 44 a márciusi megszállástól kezdve az október 15-i proklamációig, és talán még utána is, milyen esélye volt a magyar politikának, a politikai elitnek. Ebben a kontextusban két dolgot mondanék, és ez egy kicsit anekdota ízű lesz, elnézést kérek. Petn tábornokról szó esett itt, ugye? Petn tábornok, nem tudják talán, szerintem szinte senki, feltételezem, 1912-ben a stockholmi olimpián öttusázóként részt vett, és mint öttusázó jól megismerte a magyar, akkor még ugye ez katonai sport volt, azokat a magyar katonákat, akik a magyar öttusasport letéteményesei voltak. És ez a Petn tábornok, mint a bajorországi csapatparancsnok... Bocsánat, elnézést, úgy látom, hogy két kérdésen hangzott, engedjük meg, hogy a jó. Előadók válaszoljanak. Oké, okay, és... okay, bocsánat, ez csak azért színesíteni akartam. Ha van egy újabb kérdés itt az első sorban, akkor azt is megkapom. Parancsoljon. Válaszol most nem. Szabó András, világháborús kutató.
Itt néhány szarvas hiba történt, és ezért nem folyamatos az egész logikája ennek a menetnek. Egyik itt is az van, hogy a bizonyos ledobott katonák csak hírszerzési feladatokkal látták el, stb. Hát kérem szépen, más nem is kaphattak. A fegyverszünetet azt hadseregek kötik egymás között. Alacsony a az a fegyverszüneti egyezmény. Békeszerződést katonák nem köthetnek, békeszerződést csak kormányok köthetnek egymással. Itt néha elhangzott, hogy békeszántárgyalások voltak. Most hát az amerikaiaknak a magatartása, meg az angolok magatartása. Churchill katonai szövetséget kötött Lengyelországgal. Úgyhogy, na most ebbe a szövetségbe bízva a lengyelek, ugye nagybátran lovakkal meg hasonlóan szembefordultak a nagy német hadsereggel, felvették a harcot, mert ugye a Churchill azt mondta, hogy majd jönnek az angolok és segítséget kapnak. Na mennyit kapnak, ugye? Nem kell elmondanom, semmit. És óriási tragédia érte Lengyelországot, semmi sem. Tehát ilyen, a Churchill abszolút megbízhatatlan volt, egyébként egy tanulatlan, képzetlen ember volt, csak középiskolai végzettsége volt, semmi iskolát nem tudott elvégezni, úgyhogy nem lehetett benne bízni. Na most, mikor elérkeztünk 1943-hoz, akkor nem volt szó a teheráni konferenciáról. Az egy döntő fordulat volt. De a teheráni konferencia az nem jött ám létre olyan simán, mint ahogy azt megetették az emberekkel. Amerika is megosztott volt. Van, aki ellenezte, hogy Amerika szövetséget kössön a szovjetekkel, és Roosevelték meg, ugye, igen, szövetséget kötünk, majd megsegítjük a Szovjetuniót, stb. Naív volt szovjet. Na most a teheráni konferencián a szovjet kérésre megállapodtak abban, hogy a szövetséges hatalmakkal... Mert nagyon előre haladtunk azért. Ha lenne egy kérdés, akkor azt... Mindjárt. A szövetséges nagyhatalmakkal hadban álló valamennyi ország csak ahhoz a szövetséges félhez fordulhat fegyverszünetért, amelynek csapatai a szóban forgó ország területén hadműveleteket folytanak. De ez titkos volt, ezt nem hozták nyilvánosságra, és ezért voltak ezek a téves tárgyalási kísérletek, Svédországban, Svájcban, magyarok próbálkoztak, teljesen feleslegesen, és sajnos az amerikaiak is nem tudtak erről, nem tudom, hogy mi nem, veletek nem tárgyalhatunk. Ez a játék folytatódott 44 augusztusáig. Bocsánat, tehát esetleg egy konkrét kérdés lenne, mert nagyon sokan akarnak kérdezni. De akkor röviden reagálunk, tehát itt Borhi Lászlóval röviden értekeztünk. Mi nem tudunk ilyen megállapodásról Teheránban. Mert titkos. Akkor annyira titkos, hogy még nem került elő. Egyébként még vannak ilyen iratok. Tudom, még ma is titkos. Tehát na, megmondom ezt, hogy... A magyar béketapogatózásokban érdekelt MI6, tehát a brit titkosszolgált iratai mai napig se kutathatok, de vannak ilyen iratok. Tagadjuk, de... Hogy derült ki? Hogy derült ki? Alapvetően a három szövetséges nagyhatalommal kellett kezdeményezni, és természetesen nem katonai jellegű a tűzszünet, hanem... Nem. Végső soron, ugye, az politikai döntéshozókat érint. Tehát valóban a hadseregek hagyják. Tűzszünet, fegyverszünet, az már nagyon mindent. Fegyverszünet, bocsánat, igen. Én csak ennyit akartam mondani. Még hadd tegyek akkor... hozzá egy-két mondatot, hogy először 44. augusztus... Elnézést kérek. Egy kérdése van idő, azt most kérem tegye föl, mert nagyon sokan szeretnének még kérdezni. Tehát most ne hozzászólás legyen. Majd jöhet a kérdés. Hiába teszem a kérdést, látom, nem tudnak rá válaszolni. Akkor a következő. Hát... Akkor el kell kérjem. Köszönöm. Az elején nem tettem egészen nyilvánvalóvá, hogy először kérdéseket szeretnénk hallani. Megjegyzések, hozzáfűzések, majd a végén azt hiszem van elég kérdés. Valakinek ígértem az előbb, ön következik. Tehát kérdést várunk, és azt is legyen szíves röviden föltenni. Kulcsár Péter vagyok,
többé-kevésbé konszenzus volt, hogy 43 elején már tudták a németek, hogy itt titkos tárgyalások folynak. Ehhez képest 44 márciusban történik a megszállás. Na mostan, ha ez olyan nagy provokáció volt, hogy ilyen szörnyű árulás volt, hogy folynak ezek a titkos tárgyalások magyar személyek és angol szászok között, akkor miért történik ekkora hosszú időtartam ahhoz, hogy Horthy, vagy illetve Hitler felháborodik, ez a nagyon impulzív embernek több mint egy év kellene, ha ugye áll Borhi tanár úrnak a teóriája, hogy az ilyen titkos tárgyalásokat kiprovokálják, és aztán ez vezet a megszálláshoz. Kicsit hosszú ez az idő. A másik pedig az, hogy kiprovokálják az angol szászok a kiugrást, és aztán erre összpontosítják Magyarországgal kapcsolatban angolok, amerikaiak, hatalmas hatalmak összpontosítják az ő erőfeszítéseiket. Ehhez képest miféle kiugrásban beszélünk, erről jó volna beszélni, tudnilik, még az utolsó utáni pillanatban, 44. október 15-én sem történik meg a kiugrás, akkor ezek nagyon értelmetlen provokációk voltak ettől a két nagyhatalomtól, nagyon sikertelen, talán olyan sikertelenek, hogy nem is lenne érdemes ennyit beszélni, hiszen mit csinál Horthy október 15-én az utolsó utáni pillanatban? Elmond egy deklarációt, amely mögött semmi katonai erő nincsen. Az égvilágon semmi. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ez egy nagyon világos kérdés, és nagyon röviden lehet rá válaszolni. 44. március 15-én történt az a pillanat, ami döntő volt Hitler szemében, hogy érkezik egy amerikai katonai küldöttség Magyarországra. Tehát addig, amíg a Szentgyörgyi tárgyalgat Isztambulban, meg addig ez zavaró, de nem fontos. De egy katonai misszió jön amerikai Magyarországra, az egy picit más. Ez az a pont, amit én vitatnék, mert szerintem már március 15-e előtt elkezdődik a kiugrási, bocsánat, a megszállási ügynek a szervezése, szerintem a hadihelyzet miatt. Addig nem volt a hadihelyzet olyan, hogy ne lehetett volna ezzel a kockázattal együtt élni. Jelzem, mindenki valamilyen szinten bizonyos szintű diplomáciai csatornát fenntartott az ellenséggel. De nekem még két megjegyzésem volna. Az egyik, amit ön felvetett, a 44. október 15-e, ez egy kulcskérdés erre a dologra, ugyanis azért van igazából ebből az ügyből szerintem vita, mert ez felveti a háborús felelősség, illetve a felelősség kérdését. Ha innen nézzük, és feltesszük a kérdést, hogy elvileg egyébként Magyarország lett volna abban a helyzetben, hogy kiugorjon, akkor itt van előttünk csak ugyan a 44. október 15, ami azt mutatja, hogy sajnálatos módon Horthy Miklósra felesküdött vitézekkel bezárólag a Magyar Királyi Honvédség nem volt képes ezt a dolgot végrehajtani, és nem csak azért nem volt képes végrehajtani, mert rosszul volt mondjuk megfogalmazva a kormányzói szózat a rádióba, rosszul volt, hanem 100 000 egyéb oknál fogva a Magyar Királyi Honvédség tisztjei arra végképp nem voltak hajlandóak, hogy fegyverrel szembeforduljanak a németekkel, tisztelet a kivételnek, de ez a legtöbb embertől egyszerűen távol állt. Nem merült fel. Arra pedig, hogy letegyék a fegyvert, aztán már egyre többen hajlottak, de még október 15-én, amikor mindenki azért már megismerte a szovjet offenzívát még egyszer, akkor is a tisztikar többsége nem dobta el a fegyvert. A Magyar Királyi Honvédség még ezek után is jelentős erőkkel a német oldalon harcolt. Ezt lehet értékelni így vagy úgy, de egy ténykérdés, hogy egész egyszerűen az a potenciál, ami egy kiugráshoz mentálisan szükség lett volna, az Magyarországon
nagyon-nagyon csekély mértékben volt meg, és ezzel szembe kell nézni, és ez felvett természetesen egy más típusú felelősségkérdést is. Hét óra lesz 5 perc múlva. Jó Andrásnak lenne még egy hozzászólás, utána átadnám Borhi Lászlónak a... Jó, rövid lesz. Az utolsó szó Borhi László lesz, csak ezt akartam mondani. Tehát sokszor elhangzott, hogy itt el kell utazni Amerikába, valóban brit források, stb. De a magyar források sem eléggé kutatottak, sőt a megjelent forrásokat sem annyira ismerik. Itt az előbb elhangzottak kapcsán én Kállai Miklósnak a Mozgó világban immár 20 éve olvasható a török követségre, ahova menekült ugye a megszállás követően, onnan kijuttatott levelére utalnék. Ez egy őszinte hangú levél. Ő leírta, hogy Magyarországon mi a helyzet, mit kell csinálni majd, hogyha a német veresség bekövetkezik. Ebben mindenféle elképzelés szerepel, de azt, hogy milyen volt a magyar társadalom hangulat, vagy ő hogy látta, tehát a megszállás által elűzött miniszterelnök, arra egy mondatot tudnék idézni röviden. Ő azt mondta, hogy úgy fogalmazott, hogy forradalom zajlott le, a harmadik rend lázadása az uralkodó elit ellen. Tehát ő így látta azt, ami a német megszállás követően bekövetkezett. Itt még egyéb dolgokról is lehetne beszélni, ő látott esélyt arra, hogy a megszállás megelőzően, hogy jelentősebb személy külföldre távozik, konkrétan az is elképzelhető volt, hogy Horthy maga. Erre a célra létrehoztak egy alapot, egy nagy összegű alapot Svájcba, de most a részleteire nem térek ki. Ezek különböző próbálkozások voltak, a megszállás valószínűségét azt látták Budapesten februárban, tehát számoltak ezzel a lehetőséggel. Bocsát, két rövid kérdés még hagyd legyen. Két rövid kérdés, igen. Mert a fiatalembernek megértem. Köszönöm a lehetőséget. Juhász Csaba vagyok, közgazdász, némi biztonságpolitikai háttér, és a felelősséggel kapcsolatban lenne egy kérdésem. A mai beszélgetés alapján nekem eléggé úgy tűnt, hogy a britek, illetve az amerikaiak is igazából éveken keresztül lényegében koncepció nélkül tárgyaltak a magyar delegációval. Nem igazán volt mögötte koncepció, nem volt igazából egy ígéret sem, ami elhangzott volna. Lehet, hogy azért, mert laikus vagyok ehhez a körhöz képest mindenképpen, de nekem teljesen hihetetlen, hogy a legnagyobb szuperhatalmak a korszakban igazából ezt a térséget teljesen koncepció nélkül kezelték, hitegették, miközben meg lett volna a lehetőségük arra, akár amit a németek kihasználtak, a magyar-román szembenállást kihasználva, vagy egy térségként kezeljék. És kb. Kihirdetik a BBC-be, hogy aki leghamarabb szembefordul, vagy a megadott időpontban szembefordul, az viszi Erdélyt, az viszi Dobrudzsát. A három országot így Románián keresztül úgymond lehetett volna motiválni egy közös megfelelő időpontban történő szembefordulásra. Nyilván, hogyha ebbe az irányba mutatnak a tárgyalások, és azt mondják, hogy az a jó időpont, amikor majd kihirdetjük, és az ez lesz a partraszállás előtt egy vagy két héttel. Szóval a felelősség kérdése, igazából az itt a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért nem volt egy koncepció ezeknél az országoknál, és akár egy ilyen egyszerű koncepció is. Itt az úriembernek még begyűjtjük ezt az utolsó kérdést. Akkor az öné az utolsó kérdés. Köszönöm szépen. Ungvári Krisztián belecsúszott egy német felelősség relativizálásába, hogy és aztán Karsai László még inkább, hogy olyannyira, hogy Borhi Lászlónak ki kellett csikarni ott az asztalnál, hogy egy olyan egyetértést, hogy azért mégis azért, ahol a németek megjelentek, ott a zsidók veszélyben voltak. Tehát, hogy kérdezem az Ungvári Krisztiánt, hogy ez nem egy gondolkodási korlát önnél, hogy mert miért csúszik bele egy ilyen a német felelősség relativizálásába, nem-e azért, hogy maximalizálni lehessen a magyar felelősséget, mert hogyha így van, akkor érthető, hogy van egy gondolkodási korlát, amely miatt azok az új kutatási eredmények, amelyeket Borthy László előadott, amely tulajdonképpen kiegészítik a Juhász Gyulának a munkásságát, tehát ezek a új kutatási eredmények az ön gondolkodási korlátját még inkább veszélyeztetik. Jól látom?
itt a vége, akkor ki a válaszokat? Költői kérdésére azzal válaszolnék, hogy soha nem állítottam, hogy nincs német felelősség, azonban amikor Eichmann 50 emberrel jön ide, és a magyar közigazgatás 300 ezerrel vesz részt ugyanabban a folyamatban, akkor nem mondhatom azt, hogy csak német felelősség van, és magyar felelősség nincs. Ajánlom figyelmébe a Horthy rendszer mérlege című könyvemet, ahol megpróbáltam ezeket a felelősségeket mérlegre tenni, és összehasonlítani más országokkal. Én nekem csak egy megjegyzésem van, vagy az előző kérdése, hogy hát irreleváns volt a térség. Meg kellett nyerni a háborút, tehát ugye volt egy nagy stratégiai érdek, és ez a térség az amerikai és a brit látószögből hagyományosan kiesett. Mi magyarok nagyon szerettük volna azt gondolni, hogy a britek a barátaink. Ezt nagyon, hát Angliában sokan foglalkoznak ezzel. Megírták egyszer, ötször, tízszer, tizenötször, Angliát a periféria érdekli. Belgium, Spanyolország, Portugália. Nem egy kontinentális hatalom. Soha nem érdekelt őket Közép-Európa. Egyetlen érdekük volt valaha, és ezt Trianonban is lehetett látni, hogy egyetlen egy ország se gyakoroljon túlhatalmat. Tehát amikor úgy látszott, hogy a franciáknak túl nagy a befolyásuk, akkor ellépéseket tettek, de valójában pozitív érdekük nem volt. Nekünk szerintem van egy olyan előítéletünk, hogy az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában minden jól működik. Nem. Szóval ez egy hirtelen kell, ez a háború, ez nem a britek elképzelései szerint tört ki, hanem Hitler elképzelései szerint. Nekik meg Sztálin elképzelései szerint, tehát nekik hirtelen kellett kevés erőforrással felkészületlenül reagálni és felállítani egy óriási, egy világszervezetet. Most ennek a működése az nem hip-hop indult be. És ezen közben, miközben nekik óriási nehézségeik voltak, és az az SZOI vezető tisztségviselő, aki ma döntést hozott Magyarországgal kapcsolatos X kérdésről, holnap már nem tudott hova bemenni, mert egy német bomba esett az irodájára. Tehát azért ezt egy olyan egy tiszta vitának érzem sokszor, és arra rá kell mutatni, hogy itt egy háború folyt, amiben emberek haltak meg minden nap. Tehát, és ugye azok a döntéshozók, azok bunkerekbe ültek. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kéne venni. A román kiugrás közben elfeledkeztem róla, mert itt említette Ádám. Most az a helyzet, hogy ez is egy ilyen illúzió, hogy azt hiszük, hogy a román kiugrás az milyen marha jól elő volt készítve. Hát egyáltalán nem volt előkészítve, viszont ott volt egy uralkodó, akihez feltétlenül lojális volt a hadsereg, és amikor ő kiadta a rendelkezést, és eltávolította az útból Antonescut, akkor onnan már ez a dolog működött. Ez Magyarországon pedig nem működött, a megszállás napján is a miniszterelnök, és ugye ezért nagyon fontos volt Horthynak a kiiktatása, mint legfelsőbb hadúr, ugye nem volt az ország területén, hanem ott volt a miniszterelnök, aki felvetette, hogy esetleg jelképesen álljunk ellent, vagy ő esetleg elhagyja az országot, de ebbe egyáltalán a katonai vezetés nem volt partner annak. Tehát erre rá kell ezekre a dolgokra mutatni. Egyetlen egy dolog, hogy lehet hibáztatni Amerikát és Angliát, hogy miért nem volt koncepciója erre a térségre, és ez igaz is. De az a helyzet, hogy mivel ereje egyik országnak sem volt arra, hogy bármilyen koncepciót is talál ki, azt itt végrehajtsa, szemben a Szovjetunióval, akinek A volt koncepciója a térségre, nagyon is volt, és volt ereje is, mert közelebb is volt, hogy ezt végrehajtsa. Ebből adódott ez az egész történet is. Ráadásul ezt előre lehetett többé-kevésbé tudni, hogy részben belpolitikai, részben pedig egyszerű hatalmi okokból se az USA, se Anglia nem lesz abban a helyzetben, hogy Közép-Európa úgymond csendőre, vagy újrarendezője, vagy demokrácia hordozója legyen. Megkaptam ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy én mondjam az utolsó néhány mondatot, és nem fogok visszaélni a türelmükkel. Eddig Gellért Ádámmal kevés dologban értettünk egyet, de az utoljára elmondott mondataival viszont abszolút mértékben, és ez két dolog. Az egyik, hogy két történész van egy szobában, akkor két vélemény lesz. Mondok egy példát.
Az amerikai történelem legtraumatikusabb, vagy egyik legtraumatikusabb eseménye Pearl Harbor volt. Erről megjelent egy 600 vagy 700 dollaros monográfia körülbelül 20 éve, de az is lehet, hogy több. Az volt a címeje Dawn We Slept, és az volt a koncepciója, hogy minden információ a rendelkezésünkre állt, és mi nem éltünk vele. Két éve rá megjelent egy 800 oldalas monográfia, amelyet kettő bácsi jegyzett, és nagyjából a mondandója az, hogy amit az előző bácsi írt, az úgy, ahogy van egy nagy marhaság. Ugyanis ilyen a szakmánk. Nincs itt Gyáni Gábor, akitől én sokat tanultam, ugye a történet filozófia a magyarországi közvetítője közé tartozik. A történettudomány nagy problémája a következő, hogy a múlt csak a jelenen keresztül érhető el. És ettől a pillanattól fogva ez nem exakt tudomány, nem fizika, kémia, építészet, stb. A másik, amit mondott, az még fontosabb. Külföldön tanítok magyar történelmet sokat. Itthon is tanítottam, meg külföldön is. Ami szembeötlő, hogy nincs miből tanítani. A magyar történettudománynak óriási restanciái vannak. Arra nagyon büszke vagyok, hogy 1944. március 19 nem sikkadt el, a magyar történelem egyik legjelentősebb fejezete volt, akármit is gondolunk róla, és nagyon örülök, hogy elindult erről egy vita, és ugye Gellért Ádám és a Clio Intézet is fontos szerepet vállalt ebben. Felmerült 44. október 15, hát hogyha valaki elmondja nekem, hogy mikor írtak el utoljára monográfiát, holott elég fontos esemény, hát nem tudom. Nagyon-nagyon régen. Senkinek nem jutott eszébe újra nézni. A revisiting, a revision, az újranézés, az újra átgondolás, az a történet tudomány éltető eleme. És utoljára hagyd mondjak valami. Ja igen, külföldi források. Csak annyit mondok, hogy mindenki azt gondolja, hogy minden külügyi forrás elpusztult 44-ben, amikor a német megszálláskor elégették. Ez nagyrészt igaz, de nem teljesen. 1000 példa közül egy. Egy nagy része megvan McCartney professzor gyűjteményében, amelyik a Bodleian könyvtárban van, ugyanis ő levelezett minden túlélő diplomatával, akik bizony hazavittek egy csomó iratot, és ezt elküldték az öregnek. Utolsó dolog, és ez egy kicsit személyes, tehát egy vita addig jó, amíg a másik tisztességét és erkölcsi tartását nem vonom kétségbe. Az a kollega, aki itt hozzászólt az elején, sajnos elment, nem akarok erről sokat beszélni, de az Index cikkre is jött egy-két olyan válasz, és nem főleg azok részéről, akik itt ülnek, amelyek olyan állításokat akartak a számba adni, amelyek soha nem hangzottak el. Na most ez már nem történészi vita. De történészek vitájára, meg filozófusok vitájára, meg matematikusok vitájára szükség van, de az a vita legyen tisztességes. És pláne egy ilyen kérdésben, amelyik ilyen érzelemdús és ilyen fontos, mint amilyen ez. És a holokauszt témája, ugye ez egy egészen más vitakérdés, és azt kell, hogy mondjam, a legutolsó mondat, amit mondani akarok, azért mentem el Washingtonban egy pár hónappal ezelőtt, mert ugyanis kulcs magyar-német tárgyalások jegyzőkönyvei nem állnak rendelkezésre. Viszont azt is tudom, hogy Washingtonban nagyon sok mindent megküldtek az akkori német külügyminisztériumból, egy Gizevius nevű ember, aki Dallas ügynöke volt a Wilhelmstrasse-n, és abban reménykedem, hogy amíg a hátralevő nem tudom én hány száz doboz valamelyikében esetleg előkerül olyan irat, amit keresünk. Egyébként Wesemeyer jelentést már láttam, ami szó szerinti. Tehát itt a lényeg az, hogy utoljára, hogy mindannyiunknak van mit tennie. Mindenki, aki itt ül, nem fogunk éjjel halni. Témák hiányában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Borhi Lászlónak ezeket a valóban tovább gondolásra érdemes mondatokat és gondolatokat. Én már csak annyit mondanék, hogy megköszönöm minden itt levőnek, hogy kibírták ezt a 4 órát, és végighallgattak minket. Külön köszönöm Borhi Lászlónak, Jó Andrásnak és Ungvári Krisztának, hogy elvállalták a vitát, főleg annak a függvényében, hogy milyen érzelemmel telített volt ez az elmúlt hónapokban. És nagyon remélem, és ezre ígéretet is tudok tenni, hogy a következő hónapokban több ilyen vitával fog még jelentkezni, nem csak ebben a témában, hanem más témában is, amire nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket. Utoljára még szeretném megköszönni az ELTE-nek,
a segítségét. Ezt a tervet ugyanis ingyen és bérmentve adták nekünk oda erre a 4 órára, ami egy egészen különleges dolog. Szeretném neki is megköszönni ezt. És azzal zárnám, hogy amennyiben tudnak, iratkozzanak fel a Clio Intézetnek a levlistájára, kövessenek minket, és nagy szeretettel várom Önöket a következő rendezvényünkön. Köszönöm szépen!